Sziasztok, Úr Balázs vagyok, és a magánszféra védelméről fogok beszélni ma nektek. Ez az előadás az előzőnek a folytatása, hogyha valaki nem látta, vagy lemaradt volna róla, akkor azt az interneten megnézheti. A legutóbb arról beszéltem, hogy az Ubuntu-ban milyen lehetőségek vannak arra, hogy védjük a magánszféránkat, tehát milyen szoftverek vannak. Most viszont kicsit az emberi oldaláról fogom megközelíteni a dolgot, ugyanis ez egy dolog, hogy a szoftver valamit enged vagy tilt, de hogyha a felhasználó hülyén használja a szoftvert, akkor az ellen sajnos semmilyen védekezés nincsen. Vágjunk is bele akkor. Az első dolog az lenne, hogy a születési dátumok, amiket nagyon sokan hanyagul kezelnek. Pedig a születési dátum az nem csak egy személyes adat, de elég fontos személyes adat is lehet, ugyanis nagyon sok helyen jelszó. Mindjárt mutatok majd példákat, hogy hány helyen jelszó. Ezt csak úgy rákerestem az interneten arra, hogy születésnap is jelszó, hogy hány oldalon szerepel és van pár találat. Illetve ugye viszonylag egyszerűen megszerezhető. Tehát elég könnyen meg lehet szerezni az ismerősödnek a születésnapját. Lehet, hogy nem azonnal, tehát mondjuk valakinek kíváncsi a születésnapjára, és éppen most vagy rá kíváncsi, akkor nem biztos, hogy meg tudod szerezni, de ha mondjuk egy éven keresztül figyeled a Facebookon, előbb-utóbb ki fogja írni, hogy az illetőnek születésnapja van, és csak fel kell írni ezt az információt. Illetve, ami még probléma, ami általában a biometrikus azonosításoknak is a problémája, hogy ez nem változik. Tehát egy olyan jelszóval van dolgunk, ami nem változik, nem tud megváltoztatni. És éppen ezért, ez nem csak a születésnapra, de általában összes ilyen biometrikus azonosításra igaz, hogy ezeket nem szabad jelszóként használni. Tehát rossz az a rendszer, amit új lenyomattal oldunk fel, az arcunkkal oldunk fel. Ha ez kompromittálódik, nem tudsz arcot cserélni, nem tudsz új lenyomatot cserélni, nem tudsz születési dátumot cserélni, tehát ezek nem alkalmasak jelszóra. Nagyon jók két lépcsős hitelesítésre. Tehát ha van egy felhasználóneved, egy jelszavad, a felhasználónévvel azonosítod magad, a jelszóval hitelesíted magad, és a két lépcsős hitelesítés, mondjuk egy új lenyomat, vagy egy íris, vagy egy arc, vagy bármi, az tökéletes, mert az nálad van, a jelszót tudod, tehát a kettőt együtt kell megszerezni a támadónak. De az, hogy önmagában egy születésnapot jelszóként használjunk, az nem igazán megengedett. Ráadásul az emberek ezt rosszul használják. Kezd most már szerencsére kikopni, de még mindig nagyon sok helyen van, amikor regisztrál valaki, akkor meg kell adni ilyen jelszó emlékeztető kérdést, vagy ilyen hasonlókat. És ott ilyen egyszerűek vannak, hogy mikor születtél, melyik utcában laktál. Tehát egy csomó olyan, amit te nem tudsz magadról, de az ismerőség tudják. Tehát ha valakinek fel akarod törni a fiókját, akkor egyszerűen mész a jelszó emlékeztetőhöz, megkérdezed a biztonsági kérdést, és valószínűleg tudsz ráválaszolni, hogy ismered az illetőt. Tehát ez megint csak nem az igazi. Miért négy számjegyű PIN kód? Miközben lehet a születési dátumhoz? Mert aki kitalálta, az a felesége csak négy számot tud megint. Ott a link el lehet olvasni, pontosan az, amit mondasz. Tehát, hogy volt egy ilyen felmérés, de én úgy gondolom, hogy az van mögötte, hogy egy születési évszámot könnyen megjegyezni, mint egy valamilyen... Vagy nem születési, de valamilyen. Valamilyen, igen, tehát bizonyos országokban vannak olyan azonosító számok, ami mondjuk nem négy karakter, hanem akár 5 vagy 6 vagy több, amit az embereknek használni kell, de születési dátuma mindenkinek van, tehát a négy karakteres PIN kód. Én nem tudom, hogy nektek mi a PIN kódotok, de nagyon sok embernek ez valamilyen évszám. Nem biztos, hogy az ő születési évszáma, lehet, hogy valami esemény évszám. Mindegy, tehát megint csak könnyen kitalálható. Akkor adóazonosító jel, azt is ide hoztam példának, nem tudom, tudjátok-e, hogy hogy képezzük az adóazonosító jelét egy magánszemélynek, ami mindenkinek van és szintén nem változik. Nagyon egyszerű, 8-asra kezdődik mindenkinek, nem tudom miért van ott ez a szám, de ott van, tehát mindenkinek 8-asra kezdődik. Utána a kiegyezés, tehát 1867, ez az évszám, január 1 és a születésed napja közt eltelt napok száma. Ez egy ötjegyű szám lesz. Aztán van benne egy kis random, de ez csak három számjegy, ami az azonos napon születetteket különbözteti meg. És a végén van egy ilyen CRC ellenőrzés, aminek az a lényeg, hogy minden számjegy megszorozva annyival ahányadik helyen áll. Tehát 8-assal kezdődik, 1x8. Második számjegyet megszorozod 2-vel, a harmadikat 3-mal, és így tovább. Ezeket összeadod, kapsz valamilyen számot,
és ennek veszed a 11 elvet, azt hiszem, maradékát, és akkor az lesz az Tehát utolsó ha egy nap ezeren számod. születtek, akkor a rendszer összeomlott. Igen, ha egy nap ezeren születtek, akkor nem működik a rendszer, de ez valószínűleg Magyarországon nem áll fenn, mert működik ez a dolog. Tehát ebbe is benne van a születési dátumunk, illetve hogyha valahonnan találsz egy adóazonosító jelet, akkor abból fordított logikával ki lehet következtetni a születési dátumot. Úgyhogy ez se az igazi. Lottószámok. Hú, ez a kedvencem. Lottózik valakit közületek? Tök jó, nettó veszteség, felejtsétek el a lottózást. Nézzétek meg a múlt heti értékeket, fönn van a szerencsejáték honlapján, hogy mennyit fizetett a nem létező ötös, tehát tegyük fel, hogy ha lett volna ötös, mennyit fizetett volna. Nézzétek, hogy mennyit fizetett a 4-es, a 3-as és a 2-es, majd szorozzátok be a valószínűségekkel, hogy mekkora esélye van annak, hogy ötösöd lesz, mekkora esélye van annak, hogy 4-eset, ez és így tovább, és akkor megvan a várható érték, ez most azt hiszem ilyen mínusz 70-80 forint. Tehát átlagosan, aki lottózik, az olyan, mintha minden héten így 80 forintot így kidobna. Hát nyilván a lottójáték nem az átlagról, hanem a szórásról szól. Tehát ez gyakorlatilag egy nettó pénz kidobás, úgyhogy én emiatt nem lottózok. De ha lottóznék, ugye mindenki mondja, hogy hú, 1, 2, 3, 4, 5, milyen jó számok. Lehúznátok ezeket a számokat? Ugyanannyi esély van rá. Egyébként volt egy országban, kihúzták, és népharag volt. A másik, ami nagyon tetszett, egyik országban kihúzták két egymás követő héten ugyanazt az öt számot, és kis ilyen fosztogatások lettek a fővárosban. Már hogy az egyszerű paraszt nem érti meg, hogy a visszatevéses mintavétel az ilyen. Oké, miért nem húznám le én az 1, 2, 3, 4, 5-öt soha? Mert rengetegen lehúzzák. Ha egyszer kihúzzák, akkor szerintetek mennyit fog fizetni az ötös? Gyakorlatilag kevesebbet, mint most egy négyes, szerintem. Hát ez így van, csak ha pont kihúzzák, akkor pont nem érdekel, hogy baszki, csak 50 millió forintot nyertem. Hát szerintem még annyit sem fogsz nyerni. Hogy... Jó, tehát, oké, hogy lottóznak az emberek? Legalábbis amit én feltételezek, és így a lottozós ismerőseimtől megtudtam, általában évszámokat húznak le, amik születésnapokkal kapcsolatos. Vagyis, hogyha én lottóznék, tuti, hogy ebből a tartományból választanék. 32 és 40 között. Miért? 31-ig vannak a napok. Tehát 32-én senki nem született már, tehát a napokat kilőttem. 40-ig azért megyek föl, mert azért valamikor a tartomány kell. 40 fölé azért nem mennék, mert akkor meg már születhettek emberek, 1940, 50, stb. Öregek, akik lottóznak, az tipikusan ez a korosztály, és akkor ők meg ezeket húzzák le. Tehát én úgy gondolom, hogy 32 és 40 között van az a tartomány, hogyha abba egyszer kihúznak 5 számot, vagy csak 4-et, akkor azon a héten a 4-es nagyon sokat fog fizetni, mert nagyon kevés felé osztják a nyereményt. Egyébként nem tudom, azt tudtátok-e, de ha jól emlékszem, akkor az 5-ösre meg a 2-esekre ugyanannyi pénzt tesznek félre. Jó, tehát hogyha most 3 milliárd, nem tudom mennyi az ötösnek a főnyereménye, ugyanannyit osztanak szét a kettesek közt is. Tehát minél kevesebb a kettes, annál nagyobb a nyeremény. Tehát, hogyha egy adott héten ilyen számokat húznának ki, nem lenne olyan sok kettes, hármas, négyes, ötös, mert ezek nem esnek bele az évszámokba. Jó? Itt mindig azt a viccet szoktam elmondani, amikor sátrazik két ember és a medve szalad feléjük. Az egyik kiúlik és elindul szaladni ott mezitláb, másik meg elkezdi húzni a cipőjét. És akkor a másik visszaszól neki, hogy hát hülye vagy, szaladjál már, hát úgyse lesz egy gyorsabb a medvénél. A medvénél nem, de nálad igen. Úgyhogy így lehet maximalizálni esetleg egy lottót, hogyha olyan számokat húzol le, amit más nem. Jó, és akkor egy érdekesség, hogy ez összes pinkót kiszivárgott. Le lehet tölteni lehet az összes pinkót. Meg, még a pinkózzal kedvencem, a nem mobiltelefon, hanem banki pinkódok. Erre vannak szabályok, hogy mit nem lehetsz pinkódba adni, és az volt a dolognak a lényege, hogy behoztak olyan szabályokat, hogy nehezebb legyen kitalálni a pinkódokat, melynek az eredménye az lett, hogy könnyebb lett őket kitalálni, mert hogy tiltottak a palindrómok, a sorozatok, tehát egy csomó pinkódot föl sem merül, mert 1, 2, 3, 4-et például egy bank nem ad ki pinkódnak, mert hogy az egy sorozat.
palindrómok ugyanezt, tehát a 12-21-et nem adja el, és akkor így gyakorlatilag azt hinnéd, hogy 10.000 helyett 9.999 PIN kód van, de ez nem igaz, mert ebből egy csomó eliminálva van. Hoztam néhány példát nektek. Most, amit mondtam, hogy palindróm nem igaz, mert nekem van egy olyan PIN kódom a takarékbanknál, hogy palindróm vagy, hogy jó, hoztam nektek néhány példát. Ez az, amikor beírtam azt, hogy születési év és jelszó, hogy mik vannak. Ez például a valamilyen könyvtárnak a oldala. Felolvasom idében, hátulra nem biztos, hogy látszik. Az olvasói belépéshez szükséges az olvasó egyen található vonalkód. Nagyon könnyen le lehet nézni, hogyha ott vagy a könyvtárban másokét. Továbbá a jelszó, ami a születési dátum 8 számjeggyel. Tehát itt gyakorlatilag nincs jelszó. És még ott van egy példa is, hogy segítsen. Igen. Ez egy egyetemi honlap, ha elvesztetted a ottani azonosítót, ez gondolom valami Neptunkódszerűség csak az ottani viszonylatban, akkor meg kell adni a Neptunkódot, ami általában ki van írva, hogyha valaki zéházik, nagyon sok helyen névvel együtt, tehát viszonylag igen, könnyen meg lehet találni. Születési dátum pedig, hát biztos, hogy van ismerős az egyetemen, akinek tudod a születési dátumát, mire lehet ezt használni, ha ő feljelentkezett a jóvizsga időpontra, tehát nem, akkor belépsz, lejelentkezteted, és már is tiéd a szabad hely. Na, mik vannak még itt? Ez valami szintén egy egyetemi honlap, első belépés egyértelmű. Akkor megint csak egy ilyen neptunos, nem tudom, neptunosok nagyon szeretik ezt a dolgot, szintén így lehet belépni először, hogy születési dátum van. Egyébként nálunk is ez volt az első, az óbudai, ugyanez. De egyébként önmagában nincs ezzel probléma, is, csak kapásból. Igen. Erre az a megoldás, hogy kötelezően választani, meg kell változtatni. Oké, okay. Ezzel az a probléma a kötelezően megváltoztatással, hogy nem, sok helyen nem ellenőrzik, hogy nem változtatnám meg ugyanarra. Erről beszélek. Vagy nem ellenőrzik, hogy megváltoztatom-e valamire majd vissza. Tehát nekem a kedvencem az, amikor a valamilyen szerver kompromitáltak, és akkor szóltak a rendszergazdának, hogy jelszót kéne cserélni, ő nem cserélt jelszót, akkor kényszerből lecserélték a jelszavát, majd a szakértő, aki megtalálta a sebezhetőséget, egy hét múlva szólt, hogy gyerekek, csináltak valamit a rendszergazdával, visszaváltoztatta a jelszavát ugyanarra, úgyhogy újra be tudok lépni a nevébe. Jó? Szintén azt hiszem hoztam még egy-két ilyen példát, mert rengeteg van a neten, megint csak valami Miskolci Egyetem, Neptun, úgyhogy ez igen, nagyon, nagyon sok ilyen van. Na, a következő dolog az e-mail címek, amiket megint csak nagyon sokan használunk rosszul. Nekem ez a vesszőparipám, ez a Gmail, ez felejtős, tehát olvasd el a felhasználási feltételeket egyszer, hogyha ráérsz, és akkor utána meg fogod gondolni, hogy belépsz el vagy sem. Most olvastam a napokban, hogy a Facebook akar valami új felhasználási feltételeket kitenni talán június 1-ig, amiben egyértelműen leírja, hogy de így konkrétan szó szerint, hogy te ingyenesen használ a szolgáltatást, cserébe az adataidat eladjuk. Lehet nem ezek a szavakkal, de ez lesz a mondatnak az értelme. És ezt el kell mindenkinek fogadnia. De eddig is ez volt, nem? Eddig is ez volt, csak az emberek ezt nem olvasták el. Jó, most viszont ez konkrétan... Más az, amikor én úgy fogalmazok meg valamit, hogy azt akarom, hogy te ne értsd meg, meg más, amikor kényszerből kell valamit úgy megfogalmaznom, hogy azt mindenki megértse. Voltam szintén egy előadáson, ahol a tiszta beszéd, vagy nem tudom, mi volt ennek a címe, és ott hoztak egy ilyen példát, hogy valaki kapott egy kommunális adóról szóló értesítőt, hogy be kell fizetni a kommunális adót, és akkor leírták neki, hogy a ilyen és ilyen jogszabályra hivatkozva a kommunális adója az 9000 akárhány száz forint, amit ellen fellebbezhet, és a fellebbezésnek a díja az a nem tudom milyen összegnek a valahány ezreléke, plusz egy fix költség, de minimum 5000 forint, az jött hogy a 9000 forintra minimum 5000 forint, mert nem éri el azt a díjat. És akkor szépen egymás mellé volt téve a kiküldött jogi szöveg, benne hozták azt az egybekezdést, ahol leírták, hogy mennyi a fellebbezési díj, ugye ez tiszta beszéd, de így nézett ki, ha fellebbezni akar, a díja 5000 forint. Egyszerű, nem? Tehát most minek számoltassuk ki az átlagemberről azt, hogy az összegnek a valahány százaléka plusz ennyi, de legalább
teljesen felesleges, ezt ki lehet neki számolni, és akkor sokkal egyszerűbb a dolog. Úgyhogy a Facebook is valószínűleg ezt kell, hogy megcsinálja, hogy eddig is le volt írva, meg eddig is tudtuk, csak sokan nem értették meg, most meg ott lesz mindenkinek az arcába. Jó, eldobható e-mail cím. Ismerik valaki az eldobható e-mail címet? Szoktatok ilyet használni? Van még ilyen, rengeteg. Amikor 10 perces e-mail cím, meg ilyenek, aminek az a lényeg, hogy fölmész egy weboldalra, ahogy betöltődik az oldal, generálnak neked egy e-mail címet, ott van a beérkező levelek egyből az e-mail cím alatt, és 10 percig az működik. Tehát ha azt az e-mail címet megadod valahova, arra, ami érkezik, az 10 percig te ott látod. És 10 perc után megszűnik az e-mail cím. Ezzel az a probléma, hogy nagyon sok helyen magát a domain tiltják, tehát hogyha valaki ilyen e-mail címmel próbálkozik be, akkor a domain miatt van kibannolva, és tök mindegy, hogy mit generáltak neked. De hát az, hogy sokan csinálják azt, hogy regisztrálnak külön e-mail címet, hát ez nem biztos, hogy annyira jó, mert azért ma már egy Gmailt, vagy akár egy free mailt is regisztrálni, az nem úgy működik, hogy oda megyek és akkor regisztráltam, hanem azért elmegy vele egy 5 perc, 10 perc, mire végigmegyek az összes folyamaton, mindent kitöltök, megérkezik a nem tudom micsoda, a visszaigazás, aktiválják a fiókot. Tehát egy csomó minden szívás van vele, úgyhogy nem biztos, hogy a csinálni egy új fiókot, az egy jobb megoldás, inkább használj eldobható e-mail címet. Hát az meg a másik szintén veszőparipám, hogy titkosíts. Tehát az e-mailnek a tartalma az sima egyszerű szöveg, az bárki olvashatja, azt szeretnéd, hogy ne olvassa senki, akkor le kell titkosítanod. Ne bízzál soha abba, hogy ki megy keresztül. Más a helyzet, hogyha van saját doméned. Mert akkor ugye annyi e-mail címet generálsz magadnak egy pillanat alatt, amit csak akarsz. Meg ameddig ki nem bondolnak a nagy szolgáltatók. Nem millió számra kell ezt csinálni, hanem mondjuk ha el akarsz menni egy konferenciára, ahol mondjuk tudod, hogy van egy csomó nyereményjáték, és meg akarod adni az e-mail címet, hogy azért részt vesse a nyereményjátékon, akkor a konferencia előtt létrehozol egy e-mail címet, elmész a konferenciára, azt megadod boldogtalannak, hazamész, vársz mondjuk egy hetet, hogyha addig nem jelentkeztek, hogy nyertél, akkor már úgyse fogsz nyerni, csak törd az egészet a fenébe. És akkor innentől kezdve nem kell a saját e-mail címedet kiszivárogtatni. Most ha saját doméned van, akkor elvileg bármilyen e-mail címet csinálhatsz, tehát senki nem akadályoz meg abba, hogy például ilyen e-mail címet csinálják magamnak, hogy mailer@daemon.hu. Öcsi, nem tudom melyik szolgáltatónál üzemeltetett egy honlapot, tehát mailer doménje, és igazából neki úgy tudta levelet írni, hogy ez a trunkware.hu volt, hogy te akármit írhattál a kukac elé. És neki nem kellett, hogy be legyen konfigurálva, vagy van olyan e-mail cím, ő megkapta a levelet. Aha, ez is megoldás, tehát hogy saját doménye van, saját VPS van, amit ezt már nem lehet megcsinálni sem egyszerű hostinggal valószínűleg. Tehát ő beállított olyan szabályt, hogy bármilyen. Ez egyébként tök jó, mert így elfogadott. Azért abból elég csúnya szőnyegbombázás van. Egyébként a spammerek valószínűleg végig próbálgatják, tehát ha csinálsz egy új e-mail címet és a domain ismert, akkor előbb-utóbb brute force-sal meg fogják találni az e-mail címedet. Tehát ha ő mindent elfogad, akkor ő mindent bekap. Egyébként ezt pont most néztem, nem lett megszüntetve tavaly a config.fsfhu, 15 000 spam e-mailt kaptunk az elmúlt fél évben arra a címre. Aha. Jó, nem tudom mi van, hogyha én egy ilyen e-mail címmel regisztrálom, hogy mailer@daemon.hu, vagy noreply@. Jobb helyeken bannolnak, érted? De hát akkor a célomat nagyjából elértem, regisztrálni tudok, aztán meg ők maguk törlik az e-mail címet, nem nekem kell kérni, hogy töröljék, tehát ez teljesen már jó. Hogy jobb helyen ilyennel szerintem nem megvan. Akkor ugye teljesen klikszraksz, bármit generálhatsz. Ez a mittu.hu, ez a kedvencem, ez a mit tudom én. Na, ez a másik dolog. Töltsünk ki mindent, ami a papírra van írva. Amit itt látunk, egy adatközlő terhességi ultrahangos vizsgálat. Nem, nő vagy férfi. Schwarzenegger óta biztosra nem. Hogy, azért, mert valami ott van a papíron, az nem jelenti azt, hogy azt ki is kell tölteni. Mert lehet, hogy az hülyeség. Illetve vannak most már különböző jogszabályok a GDPR-tól, meg infotörvényen keresztül minden, ami az adattakarékosság elvére próbálja szorítani az adatkezelőket, aminek az a lényege, hogy csak olyan személyes adatokat kérjenek be az érintettől, amire feltétlenül szükség van a szolgáltatás nyújtásához.
Tehát például az, hogy egy weboldalra regisztráljak és meg kell adnom a születési dátumomat, ami egyébként nem egy felnőtt tartalom, hanem bárki regisztrálhat, teljesen felesleges, mert ez nem kell a szolgáltatás nyújtásához. Jó? Tehát azért, mert oda van írva, még nem biztos, hogy ki kell töltened. Értelemszerűen, hogyha ez egy internetes űrlap, és addig nem enged tovább, amíg ki nem töltöd, mert rá van téve a kényszer, akkor nem tudsz mit csinálni. De mondjuk, hogyha ezt papíron kell kitölteni, akkor nyugodtan élj azzal a gyanúval, hogy szerinted nincs szükség erre az adatra, és ne add meg. Még mindig van lehetőség, hogy kamu dolgokat is beírt, csak az a kamu dolgoknak nincs értelme, hogy az beírt, mert onnantól kezdve ők akkor úgy fogják hinni, hogy te megadtad, és ők arra elküldik, és utána azt mondják, hogy miért nem olvastad el, hiszen ők elküldték. De ha nincs megadva, akkor... Nem úgy értem, most, én most nem így hivatalos szerv felé történő regisztrációról beszélek, hanem hogyha van egy olyan oldal, hogy én használni akarok, vagy azt gondolom, hogy az, amit ők nekem nyújtani tudnak, az nekem értékes, mert még nem tudom, de a regisztrációm végig kell mennem, és akkor itt vannak, hogy kötelező adatok kitöltése, én rendszeresen tiszta hírséget szoktam beírni. Az is egy megoldás. Valamilyen felmérést láttam, hogy egy bizonyos oldalon az ország szerinti megoszlás, és Afganisztánból regisztráltak a legtöbben, mert az a listában az első. A bitumenet, tudod, hogy mi a két legjobban lakott magyar város? Az egyik az Apraja falva, a másik pedig Orgrimmár. És csak a harmadik Budapest. Már egyébként ott jól csinálták, mert a default ez az Apraja falva, tehát hogyha nem adod meg, akkor te Apraja falván lesz. Aha, nagyon jó. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy ha nincs adat, akkor nincs belőle probléma. Úgyhogy amire én úgy gondolom, hogy nincs szükség az adott valamihez, azt én nem töltöm ki. Tehát például, amikor le kellett adni a szakdolgozati témát, akkor kértek rajta e-mail címet, meg telefonszámot. Én meg úgy gondoltam, hogy egy téma leadása az nincs szükség, és nem töltöttem ki. És azóta se szóltak, hogy azt ki kellett volna tölteni. Valószínűleg az én e-mail címem, meg telefonszámom üres lesz majd valamelyik adatlapom. Vagy nem mehetek szakdolgozatot. Ez a két dolog van. Szerintem jó. Azokat a papírokat le is zúzzák, ami után megkapta a témavezetőt, tehát hogy ezt nem rakják. Na, itt összeszedett a néhány jogszabályt, ezeket biztos ismeritek már a GDPR általános adatvédelmi rendelet, illetve az infotörvény, ami most már hozzá van igazítva a GDPR-hoz. Ott vannak a linkek, majd meg tudjátok nézni a prezentációból. Illetve itt van még két dolog felsorolva, adatkezelési nyilatkozat, illetve adatvédelmi irányelvek. Ugyanis ahova regisztrálsz, ott általában neked valamilyen nyilatkozatot kell tenned ahhoz, hogy ezeket az adatokat kezelhessék. Ugyanis a személyes adat jogszerűen csak három esetben kezelhető. Az egyik eset az, amikor valamilyen jogszabály írja elő. Tehát például, nem tudom, suliba tanul valaki, és akkor van egy ilyen felsőoktatási törvény, ami előírja, hogy ezeket azokat tárolni kell. Ott kész, jogszabályi háttér. Második eset az, amikor az érintett egyértelműen hozzájárul, tehát bármilyen személyes adatot bekérhet, hogyha az illető ahhoz hozzájárult kifejezetten, tehát nem ráutaló magatartással, hanem egyértelműen. Ez azt jelenti, hogy nem elég betenni a pipát úgy, hogy te alapból berakod, és ha ő nem veszi ki, akkor elfogadta, hogy feliratkozik a hírlevélre, tehát ilyen ma már nincsen, hanem üresen kell hagyni, és ha ő kéri a hírlevet, akkor egyértelműen ő teszi be a pipát. És a harmadik eset, az a kiskapu a törvényben, ez a jogos érdek. Ebben bármit be lehet magyarázni, tehát hogy a cégnek jogos érdeke, persze, mert ügyfélre van szükségem, jogos érdekem. Tehát ez azért kicsit képlékeny, mert bármit be lehet magyarázni, de emiatt könnyen támadható is. Ez pontosan jogos érdek, de emellett nem sért más. Igen. Úgyhogy ezt a jogos érdeket, ha lehet, érdemes elkerülni mindkét fél részéről, mert csak félreértésre adhat okot. A másik kettő az egyértelmű. Érdemes elolvasni az adatkezelési nyilatkozatokat, illetve az adatvédelmi irányelveket. Ez most már mindenhol kötelező, ami személyes adatokkal aki személyes adatokat kezel. Mutatok erre egy példát. Először kirögögtek, de aztán rájöttek, hogy igazam van. Ja igen, először egy másik példa. Mi van akkor, ha szeretnéd töröltetni a személyes adataidat?
úgyhogy ilyen képzeletbeli beszélgetést írtam föl, valaki fölhív, hogy szép napot, az XY Kft-től keresem, alkalmas az időpont 2-3 perc beszélgetésre. Biztos ti is kaptok ilyen telefonokat. Erre én ezt fogtam válaszolni, hogy igen, szeretném kérni a személyes adataim törlését, és küldjék meg számomra az erről a beszélgetésről készített hangfelvételt. Ugyanis nekik rögzíteni kell mindent. Ha nekem megvan a felvétel, akkor én tudom bizonyítani, hogy én kiértem az adataim törlését, és ha legközelebb mégis megkeresnek, akkor ezzel a felvétellel nagyon meg lehet őket büntetni. Általában itt leszokták tenni. Tehát itt, mert ugye nincs nekik, de mondjuk volt olyan ismerősöm, aki a Telekomtól csak így tudott szabadulni. Tehát ő állta ezt a módszert, és úgy néz ki, hogy ez működik. Tehát kérni kell az adatok törlését, ki kell kérni a hangfelvételt, és onnantól kezdve, ha még egyszer megkeresnek, akkor. Másik trükk, amit egyébként szeretnek, hogy a XY Kft-től keresem, azt valahogy el szokták felejteni általában bemondani. Igen, tehát itt is ugyanúgy meg kell tudni, hogy ki az adatkezelő, mi az adatkezelés célja, és itt tovább, és itt tovább. Na és akkor a példa, amit mondtam, igen, társasházba én csináltam egy ilyen adat hozzájárulási nyilatkozatot, ami arról szól, hogy alulírod, hozzájárulok ahhoz, hogy a társasház bejáratánál lévő kaputelefon címlistáján a teljes nevem szerepeljen. A hozzájáruláson visszavonásig vagy kiköltözésemig érvényes, ez az egyik lehetőség. Másik lehetőség, hozzájárulok ahhoz, hogy a társasház bejáratánál lévő kaputelefon címlistáján csak a vezeték nevem szerepeljen, szintén visszavonásig vagy kiköltözésig. Harmadik lehetőség, nem járulok hozzá ahhoz, hogy a társasház bejáratánál lévő kaputelefon címlistáján a nevem bármilyen formában szerepeljen, csak az emelet és ajtó legyen kiírva. Még az se. Ugyanis ez személyes adat. A kaputelefon az tipikusan közös tulajdonnak számít egy társasházban, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve a társasház lesz az adatkezelő. Tehát ha neki nincsen jogszabályi háttere, nem így elő jogszabály a kaputelefont. A postaládát előírja. Tehát a postaládára van a nem tudom milyen rendelet, ami a kézbesítés szabályról szól, hogy amennyiben van erre valami szakszó, mindegy sok postaláda van a társasház földszintjén, akkor minden egyes kézbesítési további címzettet egyértelműen szerepeltetni kell a lehetséges kézbesítési helyeken. Magyarul mindenkinek a nevét ki kéne írni a postaládára, aki ott levelet fogadhat. Lakcímét. Nem a lakcímét, a nevét. Itt a lakcíme ott van. Tehát ajtó. Az ajtó kell csak. Tehát nem az, tehát hogy... A további azonosításra szükséges dolog. Igen, tehát emelet ajtó, név. Ezt minden postaládán kötelező szerepeltetni egy de, valamilyen rendet alapján. Nem vagy kötelező, hogy a földszinten postaládát tartani. Köteles vagy postaládát tartani. Ez szintén benne van a rendeletben. Vagy kint van, bárki számára elérhető, vagy a földszinten van, ami belső része már a társasháznak, de minden esetben, amennyiben nem egy postaláda van az összes címzettel, hanem különül a postaládák, akkor a további pontosítási lehetőség, tehát tipikusan emlet ajtó, és a név az kötelező. Ha nem rakod ki, akkor majd valami következménye lesz. De az a lényeg, nem hogy egy társasház adatkezelése esetén ezt mellé rakom ezt a jogszabályt, és azt mondom, hogy ezzel van feltéve, ezt jogszabály írja elő, viszont az adatkezelési nyilatkozatban nem szabad kihagyni. Tehát a társasház adatkezelési nyilatkozatában benne kell lennie annak, hogy igen, és egyébként a postaládán lévő személyes adatokat is kezeljük, de azt ilyen és ilyen jogszabály alapján. Jó, de a kaputelefonra nincsen, tehát emiatt szükséges egy ilyen adatkezelési hozzájárulás, és ezt szerepeltetni kell az adatkezelési nyilatkozatba. Na hát igen, itt valaki nagyon megfigyeli a területet. Azt a címet adtam ennek, hogy attól, hogy paranoiás vagy, még figyelhetnek. És mit jelent ez? Hát az, hogy figyelnek, most már azt mondom, hogy igen, tehát nem azért paranoiás vagyok, hanem technikailag ez lehetséges. Onnantól kezdve figyelnek. Na most más dolog az, hogy mindenkit figyelnek, ez egyértelmű, hiszen rengeteg, nem tudsz úgy hazamenni, hogy ne menj el legalább, nem tudom, 10-15 biztonsági kamera alatt, ami téged figyelni fog. Viszont nem csak egyedül járkálsz a városba, tehát rengetegen mászkálnak, rengeteg embert megfigyelnek, és éppen ezért nincs erre kapacitás, hogy ezeket valós időben
feldolgozzák. Legalábbis Magyarországon én erről nem tudok. Kínában működik a rendszer, de Magyarországon én tudom, hogy ez még nem működik. Ez azt jelenti, hogy figyelnek mindenkit, de nem biztos, hogy megfigyelik. Figyelnek, de nem figyelnek meg. Tehát nem tudom, érted? Ez olyan, hogy nézd, de nem lát, vagy tehát nagyjából ezt akarok kihozni. Feldolgozzák. Lát, de nem néz egyébként pont fordítva. Igen, tehát az a lényeg, hogy készül folyamatosan a adatrögzítés, csak nem biztos, hogy ezzel bárki bármit is csinál, hiszen könnyen mondjuk azt, hogy jó, hát biztos tárolják a végtelenségi. Hát azért nem. Tehát ha valaki üzemeltetett már ilyen rendszereket, akkor azért tudja, hogy ezeknek a felvételeknek, ugye itt mozgókép van, nagy tárolási kapacitása van szükség. Nem tudják a végtelenségig tárolni. Sok esetben a törvényi előírásnak se tudnak megfelelni, mert nem tudják annyi ideig tárolni, ameddig a jogszabály előírja, és pedig ez csak néhány napot jelent. Tehát van olyan hely, ahol gyakorlatilag néhány órányi felvételt tudnak csak tárolni, mert egyszerűen annyi tárhelyük van. Igen, egyébként ezért hülyeség az a mém, hogy a marsjárónak, a marsjáró által készített fénykép mennyivel jobb minőségű, mint a, mit tudom én, melyik bevásárlóközpontban lévő kamerának, a biztonsági kamerának szóval a felvétele. Szóval minél jobban, hogy elférjön a helyen. Igen, tehát azért, hogy ezt nem tartják végtelenségig. Az első GDPR büntetés is abból született, hogy valaki kérte, hogy őrizzék meg a felvételt, amelyiken ő rajta van, és nem tudták megőrizni. Ezért büntették. Mert ez a másik oldal, hogy nem csak törlést kérheted, a megőrzést is kérheted, mert neked az érdeket fűződik. Igen. Úgyhogy az, hogyha valakit fizikailag megfigyelnek, tehát valami fizikai eszközzel, az viszonylag könnyű észrevenni. Tehát megyek, és látom, hogy ott egy kamera, ha nem akarom, hogy beleessek a látószögébe, akkor kikerülöm, meg tudom tenni. Jó, de az, hogyha valakit informatikai eszközzel figyelnek, azt nem fogom észrevenni. Tehát nem látom azt, hogy van egy script, ami engem monitoroz folyamatosan. Tehát ha valamit nem látok, sokkal nehezebb ellene védekezni, vagy inkább másképpen megfogalmazva, folyamatosan védekeznem kell az ellen, amit nem látok. És akkor vagyok biztonságban. Ugye a fizikai lehallgatás, régen volt az a vicc, hogy honnan lehet tudni, hogy lehallgat a KGB, egy szekrénye több van a szobába, de ma már azért vannak olyan kamerák, hogy például egy csavarnak a fejébe van benne, tehát becsavarnak valahol egy csavart, és ugyanolyan csavar, mint a többi, csak kamera. Úgyhogy ha viszont informatikailag figyelnek meg, az nehéz detektálni. Úgy lehet nagyjából, igen, kérdés? Egy mellékes kérdés az előzőhöz. Tehát a rólam készült felvételt hiszem csak a rendőrséget hagyja ki? Mit tudom én, volt ilyen, hogy mondjuk valakinek ellopták az autóját? Jó, tehát akkor két dolgot különböztessünk meg. Az egyik lehető, egyik dolog az, hogy mi az, amit jogszabály véd, és mi az, amit technológia véd. Az, hogy például én nem rakhatok ki kamerát úgy a házamra, hogy az a közterületet lássa, ezt jogszabály írja elő, nem technikai előírás. Tehát én kirakhatom a kamerát, és annak kezdve az fel fog venni mindenkit, aki elmegy a bejáratom előtt, és majd egyszer, ha valaki szól, akkor valószínűleg elsőre kapok egy ennyi-bennyit, hogyha akkor a kamerán állítok kicsit, akkor lehet, hogy ezzel meg is úsztam. De hogyha nem szól senki, lehet, hogy az évekig ott van. Tehát az, hogy most a rendőrség adhatja ki a rólad készült felvételt, igen, amennyiben a rendőrség készítette. De az, hogyha a Mari néni készítette, mert éppen vett egy webkamerát a AliExpressről és kirakta az ablakra, lehet Mari nénit perelni emiatt. Ez nem ez áruházakban szokott előfordulni. Áruházakban általában ki van téve. Ott kötelező kirakni azt, hogy itt videokamerás megfigyelőrendszer működik, és amennyiben te bemész az áruházba, akkor innentől kezdve te elfogadtad ezt a feltételt. Igen, de hogyha ott történt valami, és én a felvételt szeretném arról kikérni, akkor az csak a rendőrség adhatja ki? Nem? Erre megint csak van egy jogszabály, ezt pontosan nem tudom, hogy melyik törvényben van benne, de zárt láncú kamera felvételnek a jogszabályát azt elvileg csak a rendőrség nézheti meg. És ez mit jelent? És zárt láncú, ezt most úgy képzeld el, hogy ha bemész egy ilyen Tesco-ba, nagyon le van szabályozva az, hogy kinézheti meg azokat a kamerákat, és mikor és meddig őrizik. De ha te úgy gondolod, hogy ott téged zsebtollal bajlás ért, akkor tehát, ha oda bemész,
biztonságőrrel közlött, hogy szeretnéd, hogy itt is ilyen történt, és őrizzék meg a felvételt, erről nekik föl kell venni egy dokumentumot, és tudomásul kell venni ezt a bejelentést, és te rohansz a rendőrségre másodjára, és a rendőrségen bejelented a zsebtolvajlást, és közled ezt a rendőrséggel. És a papíron rajta van az a tájékoztatás, hogy a te kérésedre meddig hajlandóak megőrizni a felvételt. Tehát zárt láncú kamera felvételt. És majd a rendőrségnek fogják kiadni, nem neked. Az, ahogy jól tudom, azt jelenti, hogy egy olyan kamerahálózat, ami készíti a felvételeket, valamennyi ideig tárolja, de ember nem látja. Ha valamilyen bejelentés van, akkor bizonyos jogosultságokkal rendelkező emberek megnézhetik azt az időszakot, ami a bejelentésnek a része. De hogyha nem történik semmilyen incidens, akkor egy idő után törlődik az a felvétel, és soha senki ember nem látta, hogy mit vettek fel. Hát azért ez több mint valószínű, ez nem pontosan így van. És sok helyen ilyenkor derül ki, hogy nem működik a rendszer, amikor... Online nézhetik a kamerát, az összes kamerát. Hát azokban biztos, hogy nézik, mert szólnak az szekusoknak, hogy jött izé Mari néni, aki mindig szokott... De akkor az nem CCTV. De. Az nem az. Akkor párhuzamosan ugyanaz a rendszeren megy. Az más, az szerintem egy kamerás megfigyelő rendszer, nem CCTV, tehát nem ez a... zárt láncú kamerahálózat, míg mondjuk a 4-es-6-os villamoson CCTV van, tehát lehet, senki nem nézi. Itthon megkülönböztetik jogszabálylag, de a szigorú technikai szempontból, hogy CCTV-ről beszélünk, nem az internetre van kirakva, tehát zárt láncú. Az is zárt láncú, bemész a boltba, és ott van például a kasszánál, sok boltban találkozol olyat, hogy a kasszánál ott van a 4-re felosztott kijelző, ami a hátsó szobákat figyeli meg valós időben. Az is egy CCTV rendszer, technológiailag. Lehet, hogy a jogszabály nem ennek hívja, valószínűleg de az van, egy CCTV igen. rendszer. Igen. És egyébként, hogyha valaki ilyen helyen dolgozik, akkor valószínűleg ezt el kell vele fogadtatni. És innentől kezdve megint csak kicsit rá van erőszakolva, mert ha itt akar dolgozni, kénytelen elfogadni. De az alapvetően általában ez arra szól, tehát, hogy nem a pénztárost figyelik meg vele, hanem azokat a részeit a boltnak, ahol nem lát be a pénztárost. Pénztárost is figyelhetik, csak például, ha jól van beállítva a kamera, akkor a pénztárosnak a arca nincs rajta. Tehát mondjuk a keze van rajta, meg a kassa, meg a pénztár, de igen, nem azonosítható, hogy ki ül ott egyértelműen. Jó, persze, hogyha itt egy ekkora anyajegy van az egyik kezén, és csak neki van ilyen, igen. akkor beazonosítható, de alapvetően úgy kell beállítani a kamerát, hogy azt vegye, amit te akarsz venni, és ne az embert vegye. Az világos. Jó. Ugye mit lehet tenni? Egyik dolog az, hogy figyelj te is. Tehát, hogyha téged figyelnek, akkor figyelj te is, és akkor észre fogod venni, ha téged figyelnek. Mondok egy-két trükköt, erről már beszélgettünk, amíg csak páran voltunk itt. Annyit csináltam, hogy van egy kis webtárhelyem valahol, és csináltam rá egy mappát, hogy admin. És beraktam egy index.php-t, ami két dolgot csinál. Egy fájlban aplózza azt, hogy kitöltötte le ezt az index.php-t, úgyhogy én senkinek nem mondtam meg, hogy ott van egy admin felület, és nincsen kilinkelve sehova. Meg van egy másik logfájlom, ami pedig azt naplózza, hogy milyen felhasználó névvel jelszóval próbáltak belépni. Jó, tehát annyit csinál az űrlap, hogyha valaki beír egy felhasználó jelszót, akkor azt elmentem egy fájlba. Meg a persze az időbélyeget, az IP címet, tehát a szokásos technikai adatokat. És 4 napot kellett várnom arra, hogy megtalálják az admin felületet. 4 napig senki, majd néhány percen belül 5 IP címről találták meg. Az 5 IP cím 5 különböző földrészről jött, de 1 percen belül, tehát ez valószínűleg egy ilyen hálózat része. Nem akart belépni, úgyhogy én arra tippelek, hogy ez egy ilyen felderítő hálózat, ami folyamatosan szkenneli az összes domaint. Rengeteg lista van a GitHubon, meg mindenhol a neten, ami olyan URL-t listálja, ami valószínűleg admin felület egy oldalon. Tehát, hogyha kíváncsi vagy egy oldalnak az admin felületére, törzs le ezt a listát, és egyszerűen próbál indítani rá egy HTTP kérést. Ha azt kapod vissza, hogy 200 oké, akkor létezik az admin felület. Hogyha 404 not found, akkor nem létezik az a URL, és akkor próbáld végig mind az 500-at, és akkor hát, ha valamit talál. És ebben az első helyen az admin, úgyhogy ezért választottam ezt. Jó, úgyhogy valószínűleg most kaptam egy felderítést, valószínűsítem, tehát ez most mind csak feltételezés, amit mondok,
valószínűsítem, hogy engem most beraktak egy várakozási sorba, és majd egyszer csak jön a nehéz tüzérség, aki viszont az összes SQL injection meg jelszó alapú támadást megpróbálja majd a belépési oldalamon kivitelezni. De ezt onnan tudom, hogy figyelek és nézem, hogy mit csinálnak vele. Elemez. Ugye elemez, tehát nézegesd a hálózati forgalmat, nézegesd a logokat. Ugye a logokban benne van minden. Ha megnézed a webszerverednek az access logját, meg az error logját, akkor látni fogod, hogy miket töltöttek le, és látni fogod, hogy mikkel próbálkoztak. Rengeteget lehet bőle tanulni. Tehát nekem van egy aztán két vagy három hónapon keresztül hagytam kint egy download.php kérdőjel fájl, egyenlő akármicsodát, tehát egy ilyen ordítóra, hogy SQL injection be lehet próbálkozni rajta. Generálódott egy ilyen 9 megás log fájl, már nem tudom megnyitni egy normális jegyzettömbbel az Ubuntu alatt, mert kidöbbítő olyan karakter van benne, amikkel próbálkoztak így ilyen SQL injection-nel, úgyhogy csak valami hex editorral lehet megnézni a sima txt fájlt. De érdekes, hogy mennyi mindennel próbálkoztak. Úgyhogy ezeket érdemes nézegetni. Illetve védekezz, tehát hogyha tudod, hogy ezek a támadási módszerek, akkor ne olyat csinálj, ami a támadás elősegíti. Tehát például az admin felületedet ne úgy hívsz, hogy admin, hanem hívd úgy, hogy mondjuk 1, 2, 3, 5, 6, 8 asztal, szék, valami. És akkor te tudod ezt az URL-t, de ez nincs benne a listában. A listát meg könnyen meg tudod nézni, mert letöltöd a GitHubról, és ha benne van a tiéd, akkor nem jó, tehát használj másik URL-t. Ugyancsak alapértelmezett portokat ne használj, alapértelmezett URL-eket, alapértelmezett felhasználóneveket, jelszavakat ne használj, változtasd meg ezeket. Sok mindent nem tudsz megváltoztatni, tehát például a routerednek a MAC címét nem tudod megváltoztatni, úgyhogy hiába cserélsz havonta SSID-t, attól még a MAC címed ugyanaz marad, tehát ha jön valami, ami szkenneli a hálózatba a környéket folyamatosan és megtalálja az új SSID-t a régi MAC címeddel, akkor pofon egyszerű összepárosítani, hogy ez az eszköz már itt volt korábban is, csak valaki megváltoztatta az SSID-t. Ilyen eszközök egyébként vannak, tehát lehet kapni készen, talán Pineapple, nem tudom minek hívják. Ilyen kis kétféle kütyű van, az egyik egy talán 100 dolláros, a másik meg talán nem, egyik 200 dollár, a másik 400 dollár, ha jól tudom. Ilyen több antennával rendelkező kis cucc, gyakorlatilag van benne mindenféle wifi, tehát az összes szabvány, mindenféle megahertzen, GPS van benne, valamennyi tárhely, kompletten futó kis rendszer, az a lényeg, hogy berakod szépen a táskádba, mész vele utcákon össze-vissza, és rögzíti neked azt, hogy adott GPS koordinátán milyen SSID-kat, milyen MAC címeket talált, és ebből szépen össze tudod rakni otthon a hálózatot, és nagyjából meg tudod mondani, hogy melyik épületben van az a wifi. Mert egyszer ki tud átlagolni a mérésekből. Vagy van a primitíve megoldás, de Androidra is van sok ilyen app, ami megcsinálja ugyanezt. Igen, Androidra is van sok ilyen app, csak ott azért sok minden nincs benne engedélyezve. Tehát az Androidnak a hardvere nem tud annyi minden szenzort kapcsolni. Ez azért primitíve. És például Windows Phone-on ezeket nem is lehetett elérni. Tehát Windows Phone-ra azért nem voltak ilyen alkalmazások, mert maga a hardware nem tette lehetővé azt, hogy az alkalmazások hozzáférjenek a különböző szenzoradatokhoz. Lehet ilyet csinálni Raspberry-ből, veszel hozzá egy USB-s GPS-t, veszel hozzá egy külső antennás Wi-Fi-t, tehát nem a beépítettet használhat, hanem egy külső antennás Wi-Fi-t, egy powerbankot összerakod, tehát meg lehet oldani olcsóbban is, csak ez így készen van. Viszont a drágább Pineapple, ha jól tudom, az ráadásul aktív kapcsolatot is próbál létesíteni. Tehát nem csak abból áll, hogy a elérhető csomagokat rögzíti és monitorozza, hanem megpróbál bejelentkezni is, tehát megpróbál felépíteni a készfogást. Persze nem fog átjutni a jelszó, mert azért azt nem tudja, de ezzel egy csomó egyéb adatot is meg tud szerezni. Ilyeneket valószínűleg nem tud a telefonos kliens. Úgyhogy ezek a lehetőség, hogyha te is szeretnél figyelni és védekezni. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy ahhoz, hogy valaki védekezni tudjon, először meg kell tanulnia támadnia. Hiszen ha nem tudsz támadni, akkor nem tudod, milyen kell védekezni. Tehát ezért fontos az, hogy tisztában legyél a különböző támadási módoknak, mert akkor lehet
védekezni ellene. Ezt többször elmondtam már különböző előadásaimban, de ezt mindig szoktam ismételni, hogy az én filozófiám az, hogy ha valamit én meg tudok csinálni, akkor biztos vagyok benne, hogy más is meg tudja csinálni. Illetve, hogy ha valamit én nem tudok megcsinálni, az nem jelenti azt, hogy más nem tudja megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy amit én meg tudok csinálni, az ellen mindenképpen védekeznem kell, mert az egy egyértelmű valós támadás, hiszen bárki meg tudja ezt csinálni. Viszont amit én nem tudok megcsinálni, az nem jelenti azt, hogy más esetleg nem tudja, tehát esetleg az ellen is védekezni kell. Összeszedtem itt nektek egy-két dolgot, hogy mi az, amit szerintem kéne használni, és mi az, amit nem. Ugye, ami nincs a listán, azt nem, értelemszerűen. Tehát például operációs rendszernek valamilyen Linuxot. Most ugyan Ubuntu-on vagyunk, de nem biztos, hogy Ubuntu a legjobb választás erre, mert előfordulhat, hogy van benne annyi minden követő script, legalábbis én szoktam elég gyakran találni mostanában ilyeneket, amikor nézegetem a forgalmakat, a hálózati forgalmat, hogy mi minden valami az Ubuntu-ból kifelé menő kapcsolatot csinál. Például most legutóbb azt találtam meg, hogy a Firefox első indításkor, az első oldal letöltés előtt lekér egy ilyen Captive Portál ellenőrző scriptet, ami azt nézi meg, hogy én most közvetlenül kapcsolódok a nethez, vagy valami Captive Portál van előttem. És ezt egy adott URL-re meghívja. Ez kikapcsolható, persze, csak alapból be van kapcsolva. Úgyhogy rengeteg ilyen lehet még. Tehát lehet, hogy érdemes lenne egy sokkal butább Linuxot használni, mint az Ubuntu, azért, hogy biztonságban legyünk. Más operációs rendszereket én nem ajánlok. Tehát a Windows az esélytelen, mert abban annyi minden követő van, hogy nagyon nehéz lenne mindent kigyomlálni, sőt, talán nem is lehet bőle kigyomlálni. Most volt nemrég egy hete, két hete egyik ilyen Telegram csoportban egy érdekesség, hogy a Visual Studio Code, amit nagyon sok fejlesztő használ, és ez a Microsoftnak a nyílt forráskódú ilyen fejlesztő csomagja. Igen ám, de nyílt forráskódú maga a szoftver, tehát a GitHubon fent van MIT license alatt. Csak hogy amit a Microsoft honlapjáról le lehet tölteni binárist, az nem csak a nyílt forráskódú részeket tartalmazza, hanem telerakja a Microsoft telemetria adatokkal, személyes adatkövető és gyűjtő scriptekkel, és ezt egyértelműen leírja a felhasználási feltételekbe, és amit le lehet tölteni a Microsoft-tól Visual Studio kódot ingyen, az gyakorlatilag a Microsoft license alatt töltöd le, nem pedig a nyílt forráskódú változatot tisztán. Úgyhogy ilyenekbe azért be lehet futni. Hát a Macintosh ugyanaz, csak másik cég, tehát az is mindenféle adatot gyűjt. Igazából zárt rendszer a Windows is, meg a Macintosh is, tehát nagyon nem tudjuk pontosan, mi minden folyik a háttérben, maximum a hálózatot lehet elemezni. Pár disztribúciót mondanál a példának, amit ajánlasz? Hát én azt mondanám, hogy ha adatvédelemre akarsz rágyúrni, akkor van egy lista, most én nem tudom fejbe ezeket a disztrókat, de vannak ilyen adatvédelmi szervezetek, akik gyűjtik ezeket a olyan Linux disztribúciókat, ami a magánszférát védi. Én azt mondom, hogy minél kevesebb legyen benne. Tehát mondjuk az Ubuntu az a megközelítés, hogy tegyünk bele mindent, mert valakinek majd jó lesz, és akkor ezért kapsz egy ilyen 2 gigás letölthető image-et, és abból telepítsd a rendszer. A TinyCore pont ennek az ellentéte, ott kapsz egy 10 megás telepítőt gyakorlatilag, egy alapgrafikus felülete, és majd tedd rá azt, amire szükséged van. Tehát adatvédelmi szempontból talán ez jobb megoldás, bár mondjuk használhatóság szempontjából meg nem. Tehát megint csak az a helyzet, hogy biztonság, használhatóság és a kettő közé valahova tedd be magad. Tehát a biztonságot a használhatatlanságig lehet fokozni. Ez a lényeg. Egyébként két distróról hallottam, ami így a privacy-t részesíti előnyben. Az egyik a Trails, a másik a Parrot OS. Uh-huh. Nem tudom, hogy mond ez valakinek valamit. Igazából csak úgy mondtam. Nagyon sok, tehát például a Ubuntu-ba is most, amit legutóbb találtam, az a Firefox-ból jött adatszivárgás. Tehát nem az Ubuntu tehet róla, hogy a Mozilla berakott egy ilyen valamit, amit alapértelmezetten bekapcsol. És most teljesen mindegy, hogy te melyik Linux disztribúciót használod, ha felrakod a Firefox-ot, akkor valószínűleg ott is alapból be van kapcsolva ez a funkció. Tehát lehet, hogy maga a Linux disztribúció magánszféra védelem
miatt nagyon jó, de ha már felraksz rá egy Firefoxot, akkor az már nem biztos, hogy a legjobb választás. Ennek ellenére én azt mondom, hogy mégiscsak használj Firefoxot, mert a nagy böngészők közül talán ez a legjobb adatvédelem szempontból. Másik, ezt meg elszoktam mondani, hogy a telemetria az egy erősen kétélű fegyver, mert telemetria nélkül nem lehet több százmillió embernek szoftvert fejleszteni. Ez nem így lehet. Van. Ez így van. Tehát, hogy... Tehát adatokat küldhetsz, de nekem nem az a bajom, hogy telemetria adatokat küldök, hanem az a lényeg, hogy ehhez én hozzájáruljak. Tehát én úgy gondolom, hogy szeretném segíteni a Mozillát azzal, hogy küldök telemetria adatokat, akkor bekapcsolom. Megnézem a Mozillának az adatkezelési nyilatkozatát, megnézem, hogy milyen adatok mennek ki a telemetriával, és ha úgy gondolom, hogy azok az adatok engem annyira nem sértenek, akkor hadd menjen. Ja, de most visszatérve erre a captive portálos munkára, ez például olyan szempontból érdekes, hogy ezt máshogy nem tudod megcsinálni. Tehát, hogy ezt én értem én, csak hogyha nekem az otthoni asztali gépemen fut ez a dolog, akkor nem biztos, hogy ezt alapértelmezetten... Jó, lehet alapértelmezetten... Nézzem meg, hogy ez egy asztali gép, vagy... Értem, csak mondjuk ez én asztali gépem otthonról nem jön el, és vezetékkel kapcsolódik a hálózathoz, tehát ott nem sok értelme van ennek, ezért én kikapcsoltam. Valószínűleg a laptopon nem biztos, hogy kikapcsolom, vagy lehet, hogy ha megyek valahova és nem működik valami, akkor eszembe fog jutni, hogy ó, basszus, én egyszer kikapcsoltam valamit. Vagy nem jut eszembe. Tehát volt már ilyen, hogy fél napot elszúrtam azzal, hogy miért nem tudok betölteni egy adott URL-t az én gépenről, miközben mindenhol máshonnan megy. Aztán kiderült, hogy azért, mert két évvel ezelőtt nem működött a névfeloldás, és én adtam hozzá az IP-t kézzel a host file-ba, és közben megváltozott az IP-je a dolognak, és innentől kezdve én meg továbbra is a régi IP-re csatlakoztam volna. Persze, hogy nálam nem működött. Még ilyen. A Gnome Shell-ben is valószínűleg van ilyen hasonló, mert ott is, hogyha felmész egy wifi-re, és captive portálos, akkor földobja a rendszer a pop-upot, hogy jelentkezz be a captive portálra. Ezt nem nagyon lehet megcsinálni anélkül, hogy nem csatlakozol fel az internetre. Igen, úgyhogy ezeket kell gyakorlatilag azonosítani és kiírtogatni. De jó, akkor igazából az a legjobb, ha az ember magának ír egy operációs adatot és egy böngésző, mert akkor biztos lehet abban, hogy nem lopják az adatot. Ez így van. Nem, még úgy sem lehet biztos fel. Van. És akkor tegyük hozzá azt, hogy a saját fordítóddal fordítod le, mert nem... Igen, nem, amit megírtál előtte. Mert nem garantált, hogy a fordító nem sőt, fog beletenni valamit. És a hardware-t is te tervezted, és internetnek ne vegyél, mert egyébként... Ezt mondom, tehát a biztonságot a használatlanságig lehet fokozni. Jó, DuckDuckGo, biztos ismeritek. Én nem nagyon használok Google keresőt egyáltalán, tehát én a DuckDuckGo-val mindent, legalábbis azt hiszem, hogy mindent megtaláltam, hiszen nem tudom összehasonlítani azzal, amit nem használok. Tehát nem tudom megmondani, hogy a Google mit ad neki keresési eredménynek, de nekem ez teljesen bevált, és még nem volt olyan, hogy nem találtam volna meg azt, amit kerestem. Lehet, hogy gyorsabban megtaláltam volna a Google-lel, nekem megér egy kis többletidőt. OpenStreetMap, tehát a Google térkép az egyébként zseniális dolog, mert azonnal tudja azt, hogy te hol érdeklődsz, hol vagy, ugye eleve IP cím alapján tudja, hol vagy. A térképen mit nyitsz meg, az a terület érdekel téged, tehát nagyon könnyű összerakni, hogy te oda akarsz menni, vagy ott vagy kíváncsi valamire. Úgyhogy a Gmail az nálam rendszer szinten tiltva van, tehát azt a Gmail, vagy mi az a Google Maps-nek a doménjei, azok nálam nem töltődnek be. Sok helyen ez probléma, mert nagyon sokan használnak Google térképet arra, hogy megjelenítsenek információkat. Szerencsére most már egyre több helyen lehet váltani, hogy vagy OpenStreetMap-on nézem meg, vagy Google térképen nézem meg. Vagy egyszerűen screenshotot csinálnak a Google térképről, ami csak a felhasználási feltételek megszerelése, mert ezt nem engedélyezi a Google. De ez egy másik kérdés. És az OpenStreetMap-et meg lehet használni offline is, tehát ahhoz még nem kell internet kapcsolat. Le tudod tölteni telefonra, tabletre, akármire, havonta frissül automatikusan, és meg tudsz nézni mindent offline, úgyhogy egyáltalán nem kell internet kapcsolat, tehát az biztos, hogy nem fog szivárogtatni rólad semmilyen adatot. Jó, F-Droid. Nekem még mindig nincs okos telefonom, tehát ez továbbra is a buta telefonomat használom. Van egy-két okostelefon, amit így a család levetett magáról és hozzám kerültek, azokon mindegyiken F-Droid van föltéve. Ez gyakorlatilag a Google Play-nek az alternatívája, tehát ugyanolyan alkalmazásbolt, ahol egy kattintással tud
koppintással tudsz telepíteni alkalmazásokat, automatikusan frissít, stb. Ezt azzal kiegészíteném, hogy ha rútolt a telefonod, egyébként felejtsd el, amit mondtál, mert az automatikus része az nem működik. Ja, bocsánat, automatikusan nem, de felajánlja azt, hogy van frissítés, rá tudsz nyomni, letölti. Tehát nem neked, nem olyan, mint régen volt mondjuk egy Windows XP-d, hogyha egy szoftver frissült, akkor neked kell fölmenni a netre, letölteni, telepíteni, stb. Tehát ilyen szempontból kényelmes, és az Android-ban csak nyílt forráskódú szoftverek vannak, ha annyira jól tudom. Többnyire. Ami azt jelenti, hogy mindegyikhez tartozik valamennyire egy, vagy egy GitHub, vagy egy GitLab repo, ahol meg tudod nézni a forráskódot, és ha jól tudom, akkor az Android garantálja azt, hogy ők abból a publikusan kiadott forráskódból bildelték az alkalmazást. Ez így konkrétan így van, tehát hogy publikus forráskódból bildelnek, ez nem egyenlő azzal, hogy nyílt forráskódból bildelnek, tehát ez két külön dolog. Igen, tehát hogyha nyílt forráskódú, publikusan elérhető forráskódot találsz, és a elérhető Androidba, akkor ők garantálják azt, hogy ők nem tettek bele egyéb követő dolgokat, hanem abból készült. Most ez az Android, ez mint a Google Play? Fölmész az Androidra, letöltesz egy APK-t, ezt engedélyezni kell az idegen APK-k telepítését egyszer telefonon, kapsz Androidra egy ugyanolyan alkalmazásboltot, ahol tudsz keresni kategóriákat, tudsz telepíteni szoftvereket, és... Akkor önmagában az Androiddal nincs baj, csak a... Az Androiddal is baj van, csak azt nagyon nehéz lecserélni, hiszen nagyon sok eszközre nem tudod lecserélni, egyszerűen nincs más lehetőség, mert arra az eszközre mást föltegyél. Te a Lineage OS? Van ilyen, csak a Lineage OS nem tudod minden eszközre felrakni. Amire megcsinálják valamit, van egy csomó, ugye a nyomlók azok alapvetően nem szeretik azt, hogy lecseréljük így a alapszoftverüket másikra. Tehát a Huawei az például nem régen kitalálta, hogy régen ugye úgy volt, hogy a mostanában telefont rootolni úgy lehet, hogy kinyitod előtte a bootloadert és akkor utána. Huawei-nél ezt úgy lehetett megcsinálni, ezt a bootloader nyitást, hogy felmenti az oldalukra egy adott helyre, ott beírtad nekik, hogy regisztráltál, igazából tök mindegy, hogy mivel lényeg, hogy a telefonnak meg kellett adni e-mail számát, hasonlókat, és akkor az alapján legeneráltak egy kódot. Kódot beírtam a telefonba a megfelelő helyre, tehát a, nem tudom, a bootloader módba be kellett tenni, beírtam a kódot, és akkor nyitva volt a bootloader, tehettem rá más romokat. Na igen, ám csak most már ez a lehetőség ez így megszűnt. Tehát most már... Igen, de itt a fő probléma nem az, hogy nincs lehetőséget rátenni, hanem hogy nem létezik hozzá rom. Ha megnézitek a Lineage OS-nek a letöltő oldalát, akkor ott felajánl, mit tudom én, 100 készülékhez, csak az a baj, hogy van 1000 készülék, tehát nagyjából ami hozzám került Androidos készülékén, egyikre sem tudok telepíteni Lineage OS-t, mert nem támogatja, nem tudok hozzá letölteni. Jobbakat szokták támogatni. De még ez sem feltétlenül igaz. Tehát, hogy például én tudnék a régi telefonomra Lineage OS-t rakni, csak két dolog nem megy benne, a kamera meg a GPS, minden más jó. Mert az nincs driver. Mert a drivereket még nem szeretnék kiadni. Úgyhogy alapvetően nekem az Androiddal is bajom van, csak az egy olyan dolog, hogy az adott sajnos az eszközzel. Tehát ha már kénytelen vagy használni Androidot, akkor legalább ne add meg rajta, vagy ne csinálj rá Google fiókot, vagy ne jelentkezz be Google fiókkal, és próbálj meg minél több alkalmazást az Androidról leszedni. Egyébként nagyon sok olyan alkalmazás van, ami például fönt van a Play-be is, meg Androidba is. Van olyan, ami Play-be fizetős, Androidra ingyenes. Ugyanaz. Vagy a Play-be fizetős a, mit tudom én, valamilyen változata, ami az Androidba ingyen letölthető. Tehát ugyanazt az alkalmazást megtalálod rajta. Ja, az Androidról még annyit, hogy rendes böngészőből is elérhető, és böngészőn keresztül is letöltheted ugyanazokat az APK-kat. Tehát, hogyha mondjuk valamiért, ne adj Isten, van egy androidos telefonod, offline szeretnéd használni, akkor minden további nélkül megteheted, hogy gépen letöltöd a cuccokat, rátolod a telefonra, amit letöltöttél, APK-kat, aztán ugyanúgy telepíted egyesével. Plusz tudsz az Androiddal más. Igen, tehát az alkalmazások telepítésével. Például Meizu, ez egy jó választás lehet, mert ugye, ha jól tudom, Meizu az úgy adja, hogy alapból a Google cuccok egyáltalán nincsenek föltelepítve. Ez neked kell kvázi... Igen. Igen. Csak arra figyelj, hogy a Google cucc, ugye mondjuk a Play Services, tipikusan az,
anélkül nagyon sok mindent nem tudsz telepíteni. Tehát, hogyha mondjuk szeretnéd használni a bankodnak a nem tudom milyen alkalmazását, ami csak Play-ből érhető el, nem fogod tudni letölteni F-Droidból, mert nincs fönt értelemszerűen. A Play-ből nem tudod letölteni, ha nincs Play Services, és nincsen fiókod a Google-nél. Tehát akkor meg bezárul a kör. Vagy megadod az adataidat és használod, vagy nem adod meg az adataidat és nem fogod tudni használni. Van ez megint csak egy... leszedi az APK-t. Igen, tehát van a... Egy banki alkalmazást azért én nem tennék föl olyan helyről, ami nem hivatalos. Nem, a Google Play-en keresztül, onnan húzni. Jó, másom ezt mondja. Keresztül, persze. Ezt mondja. Aztán, hogy az igaz vagy nem, tehát nyilván valószínűleg igaz, de... Ez megint csak egy alapelvem, hogy szoftvert csak eredeti forrásból szabad beszerezni. Tehát ilyenek, hogy letöltőközpontok vannak, nagyon sok, tehát van valami magyar letöltőközpont is, felejtős, nem garantált, hogy onnan azt töltöd le, amit kiadtak. Tehát mindig csak szoftvert eredeti forrásból, nagyon sok szoftvernél az eredeti forrás az a Google Play jelenti. Minden más az olyan, hogy nem garantálható az, hogy ugyanazt az APK-t kapod meg. És mondjuk érzékeny adatoknál én ezt nem szeretném. Másik ilyen dolog, ha már így az F-Droidról beszélek, hogy azért én látom azt, amik az ismerőseim telepítgetnek alkalmazásokat, hogy az engedélyeket az a oké, jó, elfogadjuk, tehát olvasás nélkül mindent. És amikor én telepítek alkalmazásokat az F-Droidból, akkor nagyon sokszor kapom meg azt a képernyőt, hogy ez az alkalmazás nem kell hozzáférés semmihez. Tehát ez nyílt forráskódú alkalmazás, nincs mögötte olyan szervezet, aki abból élne azért fejleszteni az alkalmazást, hogy az adatait ellopja. És tényleg csak ahhoz kérnek hozzáférést, amihez muszáj. De értelemszerűen nem fogsz tudni letölteni vonalkódó olvasó alkalmazást, ha nem adsz hozzá a kamerához hozzáférést. Nincs értelme, tehát ott muszáj, hogy a kamerához hozzáférjen. Vagy mondjuk hozzáférjen a SD kártyához, hogy ki tudja írni neked a vonalkódnak a valamiét egy fájlba. Különben nem működik az alkalmazás, tehát nem lehet azt mondani, hogy az a jó alkalmazás, aminek nincs engedélye. És mondjak neked egy nagyon érdekeset, hogy nekem a GPS alapból tiltva van. A Google cuccok közül jó pár tudja, hogyha fölcsatlakozok az otthoni vagy az itthoni wifi-mre, hogy ott vagyok. De azt a wifi-ből? Azt a wifi-ből tudja, és arra nem kér engedélyt. Hát mert ahhoz nincs. Tehát a mobil, tehát a GSM hálózat az nincs engedélyhez kötve, tehát ha betetted a SIM-kártyát, azzal te megadtad az engedélyt, hogy te adtad. Tehát, hogy a Google még úgy is tud helyhatározást összenyölöpni, hogy te letiltottad a GPS-t és nem működik, de ő azért kitalálja, hogy hol van. Erre nyilván nem csak a Google képes, hanem mindenki, aki ismeri. Jó, ezeket össze lehet kapogatni a adatokból. Következő dolog RSS. Ez egy nagyon régi technológia szerintem, már lehet, hogy sokan nem is használják, mert annyira régi. De gyakorlatilag az a lényeg, hogy szerintem az összes weboldalon, ami blog, vagy hírportál, vagy akármi, van RSS csatornája, vagy akár csatornája, vagy valami a mai napig. Ez azt jelenti, hogy te úgy tudsz híreket olvasni, hogyha ilyen hírcsatornákra feliratkozol, hogy gyakorlatilag az IP címeden kívül más nem kerül a weboldalhoz. Tehát nem kell neked Facebook csoportba bejelentkezni ahhoz, hogy megtudd a fontos dolgokat valamivel témával kapcsolatban, elég ha az adott témájú weboldalaknak az RSS csatornájára feliratkozol. Névtelenül, ugyanis ezt a te klienset fogja letölteni. Nem ők adják, neked kell letölteni. És akkor ezzel már is tették kicsit az adat védelemért. És ugye a Tor hálózat, ami biztos ismeritek, tehát amikor gyakorlatilag elanonimizálod a IP címedet, mert egy halom szerveren keresztül futtatsz mindent, ami tök jó, de azért mindennapi használat fel, ez nagyon lassú, tehát ezt nem mondanám azt, hogy mindenki használja a Tort. Az IP címedet azt elteszed, viszont a forgalmadat az plaintextbe odaadod egy másik szervernek, azt azért ne felejtsük el. Igen, és ugyanez a probléma a VPN-ekkel is, tehát az, hogy azt mondják, hogy hú, jelentkezz be VPN-re, azon keresztül netezzél, mert az úgy biztonságos. Igen, biztonságos, hogy megbízol annak a VPN-nek az üzemeltetőjében, mert ő mindent látni fog. Másik, meg hogy mondják egy csomó helyen, hogy hogy a VPN üzemeltetője az ugye megesküzik, hogy hát de ők nem lobolnak, tényleg. Persze, ezt mindenki megesküzik. Igen, de várjál, hogyha netán ők tényleg nem is lobolnak, mondjuk mit tudom én, egy VPS szerveren bérelnek egyet, és akkor ott van a kilépőpont. Ott lobolhatnak, és az nem a VPN szolgáltató, hanem az, aki a szervert működteti. Ezeket meg igen, úgyhogy azt kell mindig figyelembe venni,
hogy ha valamilyen szolgáltatást te ingyen kapsz, akkor ott te valamivel fizetsz. Tehát valószínűleg az adataiddal fizetsz. Tehát olyan nincs, hogy bárki ingyen szolgáltatást nyújtana neked. Hallod? Jó, tehát... Ez a klasszikus 1-1-1 DNS szerver, nem? Ahol el is mondják. De igen. A 888-nál nem mondják, nem mondták, amikor bevezették. Igen. Az 1-1-1-nél mondják. Igen. Például, nem tudom, múltkor olvastam valahol, hogy talán a Chromium alapból úgy van bekonfigurálva, hogy a 888-at használja a DNS szervernek. Ez a böngészőben van beállítva. Mert valahol olvastam, hogy van valami kiegészítő, mert ezt kiüti belőle. Hát nem tudom, miért van a böngészőben. Na mindegy, ennek majd utána nézek. De gyakorlatilag én azt javaslom, hogy használd az internet szolgáltatódnak a DNS szerverét. Ezt mondd még egyszer, szíves. Tehát azt olvastam valahol, hogy a Chromium böngészőben ja. alapból be van konfigurálva a 8888-as DNS. Hogy arról kér ide, ami ugye Google DNS. Tehát gyakorlatilag a Google mindent lát, hogy miket keresnek az emberek, milyen doméneket oldottak fel. És hogyha a szolgáltatódét használod, akkor csak a szolgáltatód látja ezt, aki viszont nem ebből él, mert neki ez csak egy felesleges nyűk, hogy DNS szolgáltatást is nyújt, mert különben nem tudod használni az internetet. De az, hogy te miket nézel, azt ő úgyis látja máshonnan, tehát eleve két helyről is nézhetné, most neki tök mindegy. Viszont a Google már nem látja azt, hogy konkrétan a te gépedről milyen kérések mennek, mert a hierarchikus adatbázis miatt legfeljebb majd a szolgáltatót fogja megkérdezni, ha ő nem tud valamit. Jó, illetve összeszedtem még néhány URL-t, ami érdekes lehet. Van ez a magánélet.hu, amit sokan azt mondják, hogy nem jó, meg minden, de szerintem egy tök jó összeszedett oldal. Ez egy valami angol oldalnak a fordítása. Egyébként visszatérve az előzőhöz, nem feltétlenül jó a szolgáltató. Például ahol éppen dolgozok, ott kb. Egy hét késéssel érkeznek meg a DNS adatok. Tehát írtó szenvedés, hogyha okay. a szolgáltató vagyok. Miközben a Telekom a szolgáltató. Oké, okay. adatvédelmi szempontból jobb lépés, most persze lehet meg. Ugye ez csak programás itt a magánélet.hu-n, tetszik meg a megosztás gomba. Nem tudom, nekem ezek a gombok nem jelennek meg otthon. Akkor nem trollkodás. Nem tudom, se megerősítés, se cáfolni, nem tudom. Nem az én weboldalamról van szó. Jó, hogy... értem. Nem az én. A buszreped azt már felismerem. Vannak egyébként ilyen érdekes dolgok, például itt az RSS-t említettem. A megosztás gomb az egy e-mailt dob fel, úgyhogy nem Facebook megosztó. Feliratkoztam a GovCert-nek a honlapjára, ahol elvileg egy ilyen állami hírportál, ami küldő, hogy milyen sebezhetőségek vannak, de az elmúlt két hétben nem tudok letölteni onnan RSS feedeket, mert a tanúsítvány nem jó. Ja, igen, ezt. Tehát ilyenek előfordulnak. Jó, tehát ez a magánélet.hu, ez szerintem ilyen laikusoknak tök jól összefoglalja a dolgokat. Tehát, hogyha valakinek el akarod magyarázni és rohadtul nem értem, akkor legfeljebb add oda neki ezt az URL-t és olvastasd el vele. Mert tényleg összeszedi, hogy mi az, ami problémás, miért problémás, mit ajánl helyette. Kicsit pofára is egyébként a laikusoknak, mert amiket ők használnak, itt minden nem ajánlott, sőt kifejezetten nem ajánlott. Tehát a Windows, Google Chrome és itt tovább, amiket általában emberek többsége használ. Akkor egy ilyen EFF.org, ami szintén egy ilyen magánszféra védelmi szervezet, nagyjából talán így foglalnám össze. Rengeteg minden iránymutatása, meg jó cuccai vannak. Igaz, ez angol nyelvű, tehát ezt nem biztos, hogy nagymának oda lehet adni, olvasásáról semmit nem fog érteni. Illetve a GPL licenszt hoztam még ide föl linknek, ami pedig szintén azt garantálja, hogy ha egy szoftver nyílt forráskódú volt, akkor abban ne lehessen később belepakolgatni zárt forrású dolgokat. Ezen egyébként agyaltam múltkor, hogy én azt látom, hogy a sikeres, tehát úgymond sikeres, hogy népszerű, nagyon-nagyon népszerű nyílt forráskódú szoftverek nagyon nagy része az MIT licenszel van. És valószínűleg ennek az oka, hogy ez a licensz megengedi azt, hogy aki ebből bináris csinál,
az még mást is tehet oda, és nem kötelező a forrást is mellékelni, stb. Stb. És ebből az következik, hogy az ilyen nyílt forráskódú szoftvereket, vagy projekteket a nagy cégek is tudják támogatni, hiszen ki tudják bőle venni a lényeget, tehát az értéket úgy, hogy gyakorlatilag a licensz nem kötelezi őket arra, hogy ezeket továbbra is betartsák. Míg egy GPL licenszel ezt nem lehet megtenni. És emiatt én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor a projektnek a halálát az okozza, hogy GPL licensz alatt adják ki, és nem MIT licensz alatt. Ez inkább szemléletbeli kérdés, tehát nem a licensz miatt van ez szerintem. Én szerintem a licensz miatt. De egyébként meg lehet, hogy te azt látod, hogy az MIT megy, de egyébként az apas licensz, ami nagyon-nagyon szokott menni. A kettő között a fő különbség az az, hogy az apas licensz az annyit is megkövetel, hogy ne lehessen mindjárt mondom, szabadalmi védelemmel ellátni a kódot. De egyébként ugyanaz, mint az MIT, tehát hogy teljesen lehet belőle zárt vizét csinálni, mint a BSD-nél is, erre nincsen semmi megkötés. Ezek is kötésszerű. Grafika vagy statisztika? Nem tudok róla, lehet, hogy van. Tehát gyakorlatilag emiatt, hogy lehet belőle zártat csinálni, emiatt szeretik a cégek, mert így úgy kapnak ingyen munkaerőt a közösségtől, hogy nekik az nem kerül pénzbe. Igaz, hogy ők is tesznek hozzá, tehát igazából ez mindenkinek jó, csak a végfelhasználat nem biztos, hogy jó, aki megkapja majd a binárist, és nem tudja, hogy mi van benne. Tehát itt ez az én probléma. De egyébként meg a GPL sem csodaszer, olyan értelemben, hogyha te vagy a szerző jogtulajdonos, és úgy csinálsz... Persze, a szerző jogtulajdonos bármikor bármilyen változtatást hozhat a licenszel, az ellen ez nem fog védeni. Plusz az ellen se, hogy például Samsung vagy, és leszarod a GPL. Igen. Még egy dolgot hagy ajánljak én is, van ez a Purism projekt, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, és ilyen 100%-ig open source termékeket adnak ki, például itt van ez a Librem 5 nevű telefon. Igen. Abban is például tök jó, hogy open source az egész, csak az eszköz meghajtók nélkül telefon nem tud csinálni. Az meg kurvára nem lesz open source. Igen, úgyhogy sok ilyen van, most a CatchyIP-t hoztam párat, és nagyjából ennyivel készültem mára. Egy ilyen kis mondat a végére, hogy tehát a szolgáltatók csak a javadat akarják, de ne adjuk oda neki. Úgyhogy általában ez a járvány. Egyébként még annyi az egészhez, hogy az EFF-et azért érdemes még elmeríteni, mert hogy ők alapvetően foglalkoznak technológiai dolgokkal, de alapvetően egy ilyen lobby alapítványról beszélünk, tehát ők ezt abszolút jogi oldalról fogják meg ezt a dolgot, tehát hogy most tök jó, hogy blokkolgatunk különböző védelmeket, de a megoldás az mégiscsak az lenne, hogy ezt jogi útra tereljük, és az ilyen jellegű tevékenységeket egyszerűen, tehát hogy ezt jogi úton lenne érdemes felszámolni. Tök jó, hogy te megvéded magad úgymond a dolog ellen, csak ez kicsit olyan, mint a védőoltásoknál, hogy a védőoltásnak az egyik pozitívum az, hogy te nem fogsz belehalni, viszont van egy nyári immunitás is, ami nélkül ez az egész semmit nem ér. Tehát, hogyha 99% birka, akkor az, hogy a maradék 1% védi magát a követéstől, az nem fog rajta segíteni. És az EFF többek között ezen dolgozik, hogy olyan törvényi szabályozás jön létre, hogy ne legyenek ilyen dolgok, vagy kevesebb ilyen dolog legyen. Egyébként sokan szígyek ezt a GDPR-t, de én ennek pozitív hatását látom, tehát elég csak megnézni, hogy amióta ez ténylegesen hatályba lépett, azóta mennyi változás történt mondjuk egy Facebooknál. Amit mondtál a Facebooknál, az ugye azt a holland hatóság indította, és a GDPR-ra hivatkozva kényszerítette ezt ki. Tehát rengeteg változás történt, illetve szintén csináltam egy olyan tesztet, hogy amiről múltkor beszéltem már nektek, csináltam random dokumentumokat, és mindenhol megosztottam, ahol csak tudtam. Tehát Skype-on, Telegramon, Facebookon, elküldtem Gmailbe, megnyitottam Androidos böngészővel, megnyitottam Windowson, Edge-el,
megnyitottam Google Chrome-mal, és figyeltem a letöltési logot, hogy hogyan, milyen IP-ről töltődnek le ezek a dolgok, és hát pozitívan csalódtam, mert senki nem töltötte le. Tehát az azt jelenti, hogy én arra számítottam, hogy ha valakinek elküldök egy linket Gmailbe, akkor a Google le fogja tölteni és megnézi, hogy mi van ott. De nem. Nem töltötte le. Ugyanez, elküldtem a különböző Skype-on, meg Telegramon, amikor elküldöm, abban a pillanatban értelemszerűen letöltötte egyszer, az előnézetet megjelenítette, de soha többet nem nyúlt a fájlhoz, és minden egyes fájlba elraktam egy URL-t, amit mondtál, hogy ez jó ötlet, azt az URL-t senki nem nézte meg. Tehát úgy nézett ki, hogy minden egyes szolgáltatóval csináltam két HTML-t, meg két PDF-fájlt, egy HTML-t, meg egy PDF-et megosztottam rajtuk, és ezekben a fájlokban volt egy link a másik két fájlra, ami viszont rejtett, azt sehol nem osztottam meg, és azt a két rejtett fájlt még senki nem töltötte le, egyik szolgáltató sem. Hogy ez most a GDPR miatt van, vagy tényleg ennyire jogkövetők, ezt nem tudom így pontosan. Nagyon jó. Egyik sem van. Egyébként a Facebook volt a leggenyább. Tudják, hogy Dejjel ezzel nem bírt. A Facebook volt a leggenyább, mert ott, amikor gépeltett be az URL-t, ahogy leütöttem, hogy .html szó köz, na három IP címről már lerántották ebbe a pillanatban. Még nem küldtem el, csak begépeltem. Tehát ilyen szempontból a Facebook volt a legrosszabb. Amikor elküldtem, akkor még két IP-ről lerántotta. Biztosan, hogy biztos alapon. De az összes többinél csak elküldéskor. Tehát a Telegram, a Skype, az az előnézet miatt letöltötte. A böngészőből való megnyitáskor még csak a saját IP címemet látom. Tehát én magam írtam be a Windowson az Edge-be is letöltöttem, és az értelemszerűen az én IP-m látszott, de a Microsoft nem töltötte le. Akkor a Chrome-ból is kipróbáltam, nem töltötte le a Google. Androidról kipróbáltam, mobilnetről, a mobilnet IP-jét látom, nem töltötte le a Google. Próbáltam kitalálni, hogy a Firefox-ben ez a safe browsing, tehát amikor olyan oldalt nézek meg, ami valamilyen tiltó listán van, és kapom ezt nagy piros valamit, hogy káros oldal, az honnan van, nem találtam meg, tehát ha én beírok egy URL-t, nem ment el semmilyen hálózati forgalomba sehova az URL, nem kérdezte le, hogy az veszélyes-e vagy sem, tehát előfordulhat, hogy ez valami helyi cache-ből jöhet nekem. Ez egy adatbázis van, ez a Google-nek az adatbázisa, ugye? Igen, de nem kéri le. Hát igen, én nem, arra van nyilván. De én nem, de hol van ez az adatbázis? Lokálisan tárolja a Firefox, tehát az frissíti időnként. Akkor ezért nem látom, igen. Tehát én úgy gondoltam, azt hittem, hogy ez úgy működik, hogy amikor beírok egy URL-t, akkor valahol megy egy kérés egy valami online adatbázisba, hogy ez jó URL, és ha azt kapja vissza, hogy igen jó, akkor megjelenítik. Ez tetves lassú lenne, úgyhogy tehát mobilneten ezt elviseltetem. Aha, tehát akkor ez lokálisan megy. Lokális. Jó, akkor emiatt ez nem ment ki, és gyakorlatilag máshol már nem tudom megosztani. Tehát én... És hát ez nagyjából két hete próbálkoztam ezzel, vagy két hete kezdtem el. Próbáld meg kelet felé. Orientálódva. Már nincs ötletem, hogy konkrét hol, csak hogy esetleg kicsit betűkkel orosz. Kamu civil betűkkel. Ahhoz kéne egy orosz VPN, hogy orosz IP-vel töltsem le. Hát egy ingyenes orosz VPN. Vagy valami orosz VPN. <sem. gül> Vagy valami orosz VPN. Vagy most is a bank. Milyen bank? Te hallottál róla? Nem hallottam. Az lehet, ott elvisztalak egy Google-t. Egy fizetős orosz VPN. Nem, az a baj, hogy a Gmail is úgy működik, hogy például a németek, ők nem Gmailt használnak, hanem Google Mailt. Mert ott a Gmail az valamilyen másnak a szabadalma. Van valami posta, amit így hívnak, hogy Gmail. És emiatt van Németországban Google Mail, ami ugyanaz, tehát több mindegy... Ugyanez, mint Magyarországon. Neked is egyébként a Gmail-es címet helyett, ha Gmail helyett Google Mailt írsz, ugyanúgy megkapod a levelet. Ez még tök jó, hogyha szeretnéd ugyanazt az e-mail címet másnak máshogy megadni, mert akkor látod a címzetből, hogyha ő küldött, akkor lehet feltenni üzenetszabályt. De például a Google Mailt alapesetben akkor ajánlja föl, hogyha te német IP-ről próbálsz meg Gmail fiókot regisztrálni. Tehát az, hogy én most próbálok regisztrálni egy orosz Gmail fiókot, nem tudom, google.ru, szerintem az így kevés, mert valószínűleg át fog irányítani engem a magyarra. Hát úgy, hogy
Hát, VPN-nel mész Oroszországba, hát és úgy, onnan... Úgy lehet, igen. Oroszországból szeretett. Mit regisztrálsz egy akármilyen e-mail címet. Igen, tehát így lehetne, de igazából én... Megmondom őszintén, engem nem érdekel az, hogy Oroszországban valaki nyúlja az adatokat, mert az de engem, igen, engem nem érint, mert én Magyarországon vagyok. Csak, tehát a, ez az, csak így... Az ottani szolgáltató... Hogy a, hogyha orosz lehet a magyar e-mail fiókodat nem olvassa a Google mondjuk a GDPR miatt, de lehet, hogy az oroszban nincs GDPR, tehát ott olvassa a fiókot. Az lehet. És lehet, hogy Brazíliában is az olvassa. Az lehet. De igazából lehet, ez engem meg azért nem érdekel, mert én biztos, hogy nem fogok orosz Gmail fiókot használni, tehát engem az érdekel, hogy itt Magyarországon engem most mivel néznek meg és mivel nem, és most úgy látom, ja igen, ha például linket küldök valakinek, ugyanígy nem nézi meg a szolgáltató, legalábbis a Gmail nem nézte meg. Persze még ki kéne próbálni Hotmailt, meg Yahoo-t, meg mindent, ami van mégis ilyen nagyobb. Lehet, hogy ők megnézik, nem tudom. Lehet, hogy érdemes lenne például Office 365-ben létrehozni egy dokumentumot benne egy linkkel. Nem tudom, hogy azt megnéznék-e. Bár mondjuk az Office 365 az nem reklámból él, azért fizetni kell, ugye? Tehát ott nem az az üzleti modell, hogy elemzik azt, amit te valószínűleg az is, de... Nem, tehát ha nem az az üzleti modell, akkor nem biztos, hogy kockáztatnak. Én inkább így állok hozzá. Tehát ez pont olyan, hogy azt mondják, hogy a vírusokat a vírusírtók írják. Lehet benne valami, de hogyha ez egyszer kiderül, akkor az a cég gyakorlatilag lehúzhatja a rólót. Tehát én nem hiszem, hogy ez bárki kockáztatná. Nincs rá szükségünk, úgymond. Igazából én arra gondoltam, csinálunk egy Facebook alternatívát, ahol nem gyűjtjük az adatokat, viszont kérünk mindenkitől 200 forintot a volt. És nézzük meg, hogy mennyire lesz sikeres. Japánban van egy olyan szolgáltatás, ami abból áll, hogy karakterenként valami 4 forintnak megfelelő jent kell fizetni. Tehát 2 jent, igen. Tehát egy chat program, de karakterenként fizetsz. Tehát föltöltöd az egyenlegedet, üzensz valakinek, és szépen megy le a pénz, és elfölt, nem tudsz többet üzenni. Rengetegen használják. Tehát ez a... Miért nem nekem ad eszembe? Mert nincsen más. De van más, van más. Csak ez egy olyan exkluzív dolog, hogy aki megengedheti magának, az ezt nem értek. Újságban volt egy ilyen szolgáltatás, ami úgy működött, hogy csak akkor tudtál valakinek üzenetet küldeni, ha küldt egy pénzt is. És csinált egy ilyen tök jó story site-ot valaki, hogy mit tudom én, egy párnak a 2 hónapos kapcsolatát elevezte ki, csak a pénzköltéségből. De a kedvencem az az volt, hogy találtak egy kaliforniai drug dealert. Tegyük hozzá, Kaliforniában legális a magáncélú kereskedelme a marihuánának, és tök vicces volt, hogy egy faszi kapott 800 üzenetet, hogy zöldségekért kapott pénzt. Ugye a grocery az ott az a fűnek a szinonémája, és a faszi nem tudom, egy hónap alatt keresett 5000 dollárt azzal, hogy zöldségeket adott. Egyébként aki ezt a japán honlapot csinálta, neki van egy másik honlapja, ami abból áll, hogy egy toplista. És a top listában név és egy összeg van, és az az összeg, amit fizettél. Tehát ha első helyre szeretnél kerülni, akkor fizess többet, mint a mostani első. És működik az oldal. Tehát így hihetetlen, hogy ilyenekre hajlandóak fizetni emberek. Nem tudom most pontosan az URL, de rá tudtok valószínűleg keresni erre, hogy nem ugyanez tudom. Létezett ezelőtt 50 éve is, amikor mint a dubai sejknek, mint a 42 darab Rolls-Royce mellé kellett még 5. Hogy legyen. Hát úgyse használja. A lényeg az, hogy több legyen, mint a szomszédban. Igen. Nem, akkor már nem palotát építettek, hanem Rolls-Royce. Hát meg volt a Apple Store-ba is az I am rich alkalmazás, ami csak annyit csinált, hogy kiírta, hogy I am rich, és valami 250 000 dollárba került, és 5-en megvették. Oké. Okay. Vannak ilyenek. De az átlag embernek próbál lesz dolgozni. Hát épp ezért a te verziód valószínűleg nem életképes, tehát hogyha én most azt mondanám bármelyik családtagomnak, hogy figyeljetek, itt egy tök jó közösségi oldal, csak 200 forintot kell fizetned érte, akkor valószínűleg körbe röhögnek, hogy... Hát ott a Facebook ingyen, akkor miért keressen érte? Lásd, Proton mail.
Tök jó, csak havi 25 dollár nem ér. De ugyanakkor azt is be kell látni, hogy a szabad szoftver az nem azt jelenti, hogy ingyen van minden. Tehát ott ugyanúgy vannak fejlesztők, ugyanúgy kell üzemeltetni, ugyanúgy van infrastruktúra. Tehát az, hogy minden ingyen van, az nem működik. Az, hogy megkapod a forráskódot ingyen, az még mondjuk úgy belefér, hiszen ez nekik nem költség, hogy még ingyen odaadják. De az, hogy például szolgáltatást ad valaki ingyen, na az biztos nem, ott már valami van. Tehát, hogyha ingyen szolgáltatást láttok bárhol, akkor gyanakodni kell, hogy ott valami mással fogsz te fizetni. Vagy közvetve, vagy közvetlenül, de ott biztos, hogy valamivel fizetsz. Gyanakodni nem is nagyon kell, mert elolvasod a... Hát, igen, akkor az hamarnak fel ilyen. Akkor ne terjedjenek az ingyen vágták le a hajamat, az már gáz. Lehet. Azt kit belegondolok. Lehet, hogy tanonc vágta a hajat. Láttad, amikor kidobták a hajat? Nem. De egyébként mondhatunk, egyébként vannak ilyen... Ne szeretem egy fogkefét. Vannak ilyen anomáliák, lásd Snapchat. A Snapchatnek soha a büdös életben nem volt üzleti modellje. Soha nem volt. Az volt az üzleti modell, hogy csináljanak egy nagy felhasználói bázist és eladják az egészet a ticsába. De hogy üzletileg nem volt rentábilis, amit csinálta. Miért a Telegramnak mi az üzleti modellje? Telegram az konkrétan nem feltétlenül üzleti modellre épül, de hogy az egy elég speciális történet. Ugye azt kell tudni, hogy a Telegramnak a cég, aki fejleszti, a tulajdonosa, az persona non grata Oroszországba, és elfogató parancs van ellene. Tehát ha beteszi a lábát Oroszországba, börtönbe zárják. Tehát, hogy neki a Telegram az azért volt fontos, tehát az abszolút egy politikai motivációi termék, az nem egy üzleti termék a Telegram. Ezt azért látni kell. Egyéb kérdés esetleg a előadással kapcsolatban? Mert csak nem mind a... Tehát nekem egy észrevételem van, meg egy kérdésem. Az észrevétel az, hogy ugye volt arról szó, hogy vannak olyan e-mail címek, hogyha regisztrálsz egy e-mail címet, akkor ilyen biztonsági kérdés, vagy valami más profilt, nem csak e-mail címekre lehet ez érvényes, akkor ilyen biztonsági kérdést kell megadni, hogy például mi volt az első általános iskola, ahova jár, vagy első iskola, ahova jártál, meg hogy hívták az első háziállatodat, és hát nagyon sok helyen ezt kötelező megadni. Sőt, én úgy emlékszek, hogy amikor Apple ID-t regisztráltam, akkor 4-et is kötelező volt ebből megadni, és hát elég csak az egyiket kitalálni, és valaki feltörte a profilodat. Igen, ez így van. Ezt ezért ajánlom, hogy ugye kötelező megadni, de a választ nem validálják, ezért aha. Generálsz bele bármit. Azt szokták mondani egyébként, darab karaktert. Hogy generálj oda is jelszavakat, én ezt azzal kiegészíteném, meg írd meg a cégnek, hogy a kurva anyjukat. Mert különben az, hogy te beleírod a random számot, az téged megvéd. Viszont a többi embert, aki buta, az nem hát védi igen, meg. Igen, tehát, igen. Hogy ez egy teljesen egy anti-pattern, ez kb. Olyan, mint amikor azt mondják, hogy legyen benne kisbetű, nagybetű szám. Ez nem segít, ez ront a jelszavaknak a biztonságát. Tehát ne követelj meg, ha te egy weboldalt fejlesztesz, ne követeld meg a kisbetű, nagybetű számot, mert baromság. Ne? Követeld meg azt, hogy legyen 10-nél hosszabb. Nem lehet megjegyezni, és a felhasználó fel fogja írni, ja. Vagy ugyanazt fogja használni több helyen. Ez de ha azt mondod, hogy figyelj, a jelszavad bármi lehet, javaslom azt, hogy fogjál 5 szót is tedd egymás után, azt nagyon nehéz feltörni, viszont rohadt könnyű megjegyezni. Aha. A kérdés pedig az, hogy nem tudom, hogy ez ilyen urban legend kategóriába tartozik-e, de már több ismerőstől hallottam, hogy van olyan program, vagy valamilyen módon meg lehet ezt oldani, hogy bármilyen feladóval lehessen e-mail címet, vagy e-mailt küldeni. Úgy hívják, hogy SMTP protokoll. Ezt a protokoll így támogatja. Tehát a Thunderbird-be, amikor hozzáadsz egy fiókat, akkor te írod be, hogy mi legyen a feladó. Nem te nevet is tudok küldeni bárkinek e-mailt. Jó, nem próbáltam ezt még soha. Az csak a sendert írja át, azért nem. Igen, de a levelező ezt fogja, tehát a fogadó azt fogja látni, hogy feladó, és az ő e-mail címe lesz, hogy én azt írom bele. Most Thunderbird-et nem próbáltam így, de például a Gmail az kiírja, hogy XY küldte mint. Tehát a sender meg a feladó, tehát a küldő meg a feladó az nem igen, ugyanaz. Igen, a Gmail kiírja.
De, hogyha televíziómeltetett az SMTS-szerrel bármit beírhatsz, csak ezért van az, hogy ha például citromér vagy, azért bannolnak ki az összes nagy szolgáltatónál, mert nem töltött ki helyesen a csomó rekordot, tehát hogy van A-rekord, MX-rekord, DKIM, meg egy nagyon csomó ilyen biztonsági megoldás, ami pont ezekre nyújt megoldást, viszont ha sutyó szolgáltatód van, akkor simán lehet, hogy benézel. Egyébként az ilyen urban legendek ellen érdemes mindig, tehát ez egy gyakorlatilag ugyanolyan, mint az álhírek. Amiket olvasol a neten, honnan tudod, hogy az most valódi hír, vagy nem áll? Vagy én a kettőt azt annyival emelném ki, hogy ezek a városi legendák, ezek szórakoztatóak. Igen, tehát igazából inkább szórakoztató, inkább azt mondanám, hogy ha bármilyen információt kapsz, azt ne hidd el elsőre, még akkor se, hogy olyan ember mondja, akiben te megbízol. Mert lehet, hogy őt is megvezették. Sőt, különösen akkor. Különösen akkor ne. Tehát nézz utána, és lehetőleg a nézz utána, és lehetőleg a forrásnál. Tehát megjegyezzük a előadás végére két kérdőjelet. Tehát például ne. Balázsnak se higgyetek el semmit. Nekem se higgyetek el semmit, nézzetek utána mindennek, amit mondtam, és lehetőleg ott, ahol az a információ keletkezett. Tehát ne a pistike.blog.hu-n, mert ott is azt olvassátok, amit én mondtam, hanem mondjuk, hogyha egy RFC-be valamilyen protokoll leírásában látjátok azt, amiről én beszéltem, akkor már gyanakodhattok, hogy esetleg igazat mondtam. Egyébként vannak ilyen blogok, meg oldalak, amik pont ezzel foglalkoznak, hogy mik az álhírek, például urbanlegends.hu, meg humbug.blog.hu talán. Meg még biztos van több is, de azt most itt hirtelen... Bekajálja, tehát, nyilván ez nem a feladat. Hát azért nem rossz kezdeményezés, hogy van ilyen is. A feladathoz, hogy amikor a levelet elküldés nem közvetlenül a címzethez küldött, hanem egy közvetítőhöz, akkor a közvetítő lehet, hogy az egész fejlécet újraírja, tipikusan ilyen a gmailokunk. Az újraírja az egész fejlécet, semmi nem marad abból, amit te csináltál. Most a semmit azt így idézőjelben. Ami egyébként nem feltétlenül rossz dolog. Sőt. Nem feltétlenül rossz dolog, tehát hogyha te beírod a feladóhoz akármit, és létezik az az e-mail cím, minden is szabályos, de mondjuk a helyi internet szolgáltatód SMTP-n keresztül küldöd, akkor azt kapod meg. Ha ugyanakkor a Gmail-nak az SMTP-n fogod küldeni, akkor gyönyörű szépen át fogja írni a fejlécet, és a Gmail akuntot a bejelentkezett személy Gmail címére fogja átírni a leveleket. Simán. Valószínűleg egyébként ezt csinálja, amikor a FSFUS címről küldjük a cuccot, hogy a feladót átírja, de valószínűleg az izét azt nem. Hát hogy, tehát a Gmail-es cím az szerepel a fejlészbe, csak a feladó az az FSFUS cím lesz. Én amikor ezt tesztelem, hát, például... Ha a Gmail-ből használod. Hogyha... Szerintem Thunderbird-ből is ugyanezt csinálja. De én nem Gmail-ből használom. Te nem. Csak mindenki más rajtad kívül az alapítványon. Az mindenki más problémája. Tehát én már úgy vagyok vele, hogy... Igen, csak az a baj, hogy ami mindenki más problémája, az bizonyos szempontból a te problémád is. Nem. Tehát, hogyha én a... Jó, még egy kérdés... Lehet, hogy ezt már múltkor kérdeztem, de mennyi esélyt látsz arra, hogy egy-két ilyen számítógépes szakin kívül így sok ember legyen, aki nem használ Google-t, nem használ Facebook-ot, meg ilyen népszerű. Nem mondanám azt, hogy semmi esélyt nem látok arra. Azt mondanám, hogy valami nagyon durva dolognak kell következnie ahhoz, hogy elveszítsék ezek a szolgáltatók a kritikus tömeget, mert amíg a kritikus tömeg megvan, addig működik a dolog. Tehát mondjuk, valamilyen állam beleszólna, vagy valami nem. Jogi szabályozás, vagy ilyesmi? Az a baj, hogy Nehéz. Nagyon látványos botrány, de az, ami tényleg mindenki ezelőtt, és tényleg mindenki. Az a probléma, hogy a Facebooknál ez megtörtént. Tehát ez a adatvédelmi botrány, ami volt a Facebooknál, ez nem verte ki az emberekbe a biztosítékot. Tehát innentől kezdve én azt mondom, hogy akármit csinál a Facebook, az emberek ott maradnak. Jó, az ugyanolyan, mint a Microsoft. Tehát most Windows-zal akármi történik, úgyse fognak de egyébként meg Linux-ra váltani az emberek. A másik dolog meg, hogy mondjuk tök jó, tehát hogy ilyen szempontból szoktam mindig így visszafogottabb lenni, hogy ki lehet, azt lehet mondani, hogy a Google a nagy gonosz, de hogy igazából a fő probléma az, hogy a
hogy nincs alternatíva, tehát most tök jó, lehet, hogy a Google mit tudom én holnap csődbe megy, de ettől a probléma nem oldódna meg egyáltalán. Igen, egy átlag ember számára nincs alternatíva. Tehát aki nem ért hozzá, annak az a kényelmes, amit a Google ad. És ez a Google-nek az üzleti modellje. Hogy neked ad mindent, cserébe téged kér. És egy utolsó kérdés. Nem az a gyanús, hogyha valakinek nincs Facebookja, meg Google-os e-mail címe? És hogy kötekedik itt valamit. Honnan tudod, hogy... Én csak kérdezem! Ha valakinek van valamilyen, azt lehet látni, hogy neki van. Ha valakinek nincs valamilyen, akkor ő az adott valamiben láthatatlan. Az az anonimitásodat védi. Hát mit tudom én, mondjuk elmész egy közösségbe, vagy egy munkahelyre, és megkérdezik, hogy te hogy vagy fent Facebookon, vagy szeretnélek. Na, és akkor már mindjárt tudod. Ez ugyanolyan, hogy ha például nem dohányzok, de mindenki dohányzik a munkahelyen, akkor megint csak ilyesek. Mert akkor én nem megyek le velük cigizni 15 percen, vagy óránként. 15 perc. Jó, én ezt csak azért kérdeztem, mert kíváncsi voltam az érveidre. Én úgy gondolom egyébként, hogy az, hogyha valaki valami nem létezik, az, hogy kiadta fel őket, azt nem tudja, de maga az információ azt nehéz észrevenni, hogy nem létezik. Mert nem tudsz rákeresni. Tehát például, képzeld el azt, hogy keresel egy fájlt a gépeden, mert tudod, hogy ott van. De például, hogyan keresed meg azt, hogy az a fájl nincs-e ott valahol? Tudsz ilyet keresni? Akkor a van-e a saját mappádban például? Nem. Csak nem ez azért lehet, hogy rossz példa, mert hogyha tudod a nevét, akkor azért rá tudsz keresni. És de nem tudod a nevét. Ja, nem tudod a nevét, aha. Mert az én nevemet, jó, az én nevem mondjuk eléggé jó. Jó, akkor mondjuk fogalmazzunk úgy, hogy egy képet szeretnél megkeresni, aminek nem tudod a nevét, és meg szeretnéd keresni, hogy ott van-e valahol. Hát végül is mondjuk rákeresed az összes képre. Vagy mondjuk... Pedig már egyszer kipróbáltam, hogy láttam a buszon valakinek cipőt, tök jól nézett ki a cipő. De azt a márkát életemben nem láttam. Hazamentem, lerajzoltam, beszkenneltem, föltöltöttem a Google képkeresőm és megtaláltam. Jó, persze. Csak most úgy megy, akkor még használtam. Kicsit túlzásnak hangzik, de hát hogyha te mondod, akkor elhiszem. Ez nálam szépen. Ilyen jól tudsz rajzolni? Hát tök egyszerű volt a logó. Ja, logó, tényleg? Ja, azt hiszem, jó, bocsánat, igen, jó. Megvolt a logó alapján a cég, és megvolt a cipő. 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 Megvolt a cipő.